Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Hol vagyunk? Melyik ez a város? Ja, itt vagyunk. Ez homályos ez az üveg, vagy koszos? Az nem, ez homályos. Ez homályos, párás, ha nem látok át rajta a soproni tömeget. Lehet, hogy tele lihegtem, amikor megláttam a hostess lányokat. Hangosan elkezdtél lihegni? Jó reggelt kívánunk, drága soproniak! Hello! Ilyen korán, hello. Ilyen sokan? Mennyire hello. Jó arcok! Hello, jó reggelt! Mindenki megfagyva áldogál, senki nem tud integetni, köszönni. Sziasztok! Na, azért jó, mert drágák vagy. Van taps nálatok! Fagyhalál! A fagyhalál állapotában így van. Csípős reggel ébredtünk. Csípős, igen, a kaposvariaknak már lesz termolámpájuk is itt. De úgyis nem. Hőgombák és minden, ami kell. Nem, marhára nem. Hát ezzel tudtunk készülni, amivel készültük, és én nagyon bíztam benne, mindannyian nagyon bíztunk benne, hogy ennyien lesznek, de hát megint felülmúltátok a várakozásainkat, mert hogy Sopronban egyébként bármikor eljövünk, mindig ez van, mindig nagyon szeretnek minket az emberek. Csak negyed hét. És még nem csak negyed hét van, így van. Így van. Hétkor már senki nem lesz. Már senki nincs. Na, én minden városból, minden megyéből tudok hőmérsékletet jelenteni, mert most érkeztem Pestről. Igen, tehát, akkor mondd végig fehér. tehát mindent tudok, gyerekek, egy ilyen nagyon durva 13 fokba sikerült Pestről elindulni, és aztán egy Sopron felé hűl a hőmérséklet. Tehát meg kellett állapítanom, hogy nyugat felé hűlünk, úgyhogy egy ilyen 9-10-be érkeztem. És a Suzuki-tól ráadásul egy kapriót kaptál, amit megnehezítette a dolgot. De a hajam ugyanúgy tartott, mint az út elején. Kicsit csípős volt, de volt nálam tartalékkesztyű. De nagyon simán leértem egyébként, egy-két óra alatt abszolváltam ezt az utat. Ezt szerintem ne hangoztat. Tartsd, jó? Hát, ha hallják mások ja, is. Hát hogy... természetesen betartva megfelelő közlekedési szabályokat. Nagyon durva, én 8 kilométert tudtam, miután lejött Sopron felé az autópályáról, én azt hittem, az már megépült Sopronig. Hova tettétek az autópályátokat, gyerekek? Aha. Tényleg, én hol is úgy jöttem. Az autópálya? Csorna, mondom, ott megyek tovább, nagy bátran, sehol semmi. Ki, negyedöt, félöt, mondom, úgyis autópálya van Sopronig, hát már szerintem megépült. 3-4-5 most már azért el kéne indulni. Biztos ott maradt papíron az előző választások előtt. Csornánál, tudod, riadtan láttam, hogy ennyi volt az autópálya, vagy ez a kétszer-két sávos gyorsforgalmi, vagy nem is tudom mi az. De viszont aztán azért begyűjtöttük a rakétákat. Ne, hát mi is ügyeltünk egyébként. Hát tegnap este, amikor eltoltam magamtól az utolsó csoki múzt, akkor arra gondoltam, hogy jaj, de jó lenne nekem is majd, mondjuk holnap olyan 3 óra magasságába fölkelni, otthon beülni az autóba és leutózni, vagy elutózni Sopra. Na, én nagyon irigyeltelek. Tényleg. Csak 3-4-5 volt ez. De gyorsan érkeztünk. Magad, jó van. Na és mit hoztam neked? Na mit? Mit hoztam neked? Te kis... A felmondásomat mások alá kell írnom. Azzal ne kapkodj. Ja, igen. Nem, elhoztam neked a pénztárcádat. Jaj, nagyon szépen. Meg a baseball sapkádat. Mert ugye tegnap mi történt? Természetesen, ugye már szombaton lejöttünk, illetve eljöttünk Sopronba, ezért az elért, felért, leért, előre is elnézést mindenkitől, még korábban. Szerintem utáljátok, meg egyébként nézett benneteket mindent. Csodálom ezt a várost, imádom, úgyhogy ezért is jöttünk már szombaton el a családdal, úgyhogy megszálltunk, és persze hoztunk egy családi pakkot, meg hoztunk egy Jani pakkot a kitelepülésre. Az egyikben benne vannak egy hétre a kis cuccai, minden szépen akkurátosan összepakol, ahogy az kell, annak lennie kell, és megbeszéltük a feleségemmel, hogy amikor elválunk majd egymástól, tegnap délután, akkor természetesen mindenre oda fogunk figyelni, mindenki viszi majd a saját pakját magával. Na ebből mi lett? Pénztárca Pestre el. Iratokkal, pénzzel, bankkártyával, személyével, lakcával, mindennel az ég világon, és aztán hívott a feleségem, hogy tudom én egy 4 órával kis, hogy van egy jó, meg egy rossz hírem, apa. És akkor mondom, mi van, mert én kettes lett virág ma a teki. Nem, hanem nálam maradt a pénztárca. De már ott van Balázsnál. Igen, átpasszolta nekem, úgyhogy elhoztam. Csak nem tudom, hol tettem, lehet ott hagytam. Pedig nagyon jó lenne, igen. Ha adnád, mert lóg a fiatal ember egy 20-assal, úgyhogy... Tényleg? Igen. Kicsit kiköltekeztünk. Oda csapott, dupla busz volt, csoki volt, mi? Persze, de mondta egyébként, hogy tök kedves voltál, mert kinyitottad a nagy kaput, és hátra tudott menni autóval a kert végében, nem voltál hajlandó a jacuzzi mellől elmozdul. Mondtam, hogy most forró a jacuzzi, bocsásson meg nekem, de nem tudok most kiszállni, mert nagyon nem tettem ki magamnak a sejem törölközőmet, és én akkor mindig nagyon fázom, ha mezitláb kell kilépnem. Mondta, hogy volt egy kis vita köztetek, mert hogy ő előbb akarta pénztárcát.
fekte meg előbb a török között. De nem, átadta, tényleg valahol meg is van. Remélem, hogy jó, hogy nem otthon. Úgyhogy előbb-utóbb biztos, hogy szállítom mondjuk, hogy neked. Ha csak kétszer annyira vigyázol az én pénztárcán, mint ahogy a sajátodra szoktál, már nincs. Az én irataimat nem láttam már a hónapja, de valahol biztos megvannak. Na, mi újság, drága soproniak, hideg van? Hogy állunk itt az első sorban? Hideg van. Hűvös? Honnan érkeztetek? Győrből. Azt a mindenségét neki. Hát mivel? Autó, vonat? Vonattal még tegnap este. Ja. És azóta itt állsz? Nem. Nem keringenek. Mondom, megjött érve. Nem, itt a lámpa mellett, mert melegebb van. Jó, mert ha azt hittem, ma reggel ültétek, akkor felvettelek volna, szívesen meneteket is elhoztalak. Én nem szóltatok. Hol aludtatok, vagy mi volt? Egyik ismerősünknél. Mondtad, hogy ne haragudj, csak vegyél be minket, mert holnap megyünk reggel a Feriékhez, addig hadd aludjunk nálatok? Hát úgy volt, hogy eljöttünk Győrből, elmentünk egyet iszogatni, majd éjszaka folyamán sikerült egy ismerős találni, aki befogadott az minket. Az milyen jó, kellemes meglepetés. Végig hívtál mindenkit, tesó, nincs hol aludni. Én hívtam mindenkit végig. Komolyan? Igen? Igen. De milyen szerencsé, hogy találtatok valakit? Egyébként hol aludtatok? Én itt éltem egy 4-5 évig, úgyhogy azért van pár ismerős. Van egy fiú ismerős, mi, akinél azért lehet egyet aludni. Igen. Aha. Bólogas, na. Józsi, neki is van előélete. Nem hívtalak vissza annak idén, Józsi. Józsi, tudom, hogy 3 éve szakítottunk, nem muszáj nálad aludnom, mert befagy a segnünk. Jó, visszahoztam egy gyűrűt is. Na jó van, oké. Itt hogy állunk, mi újság? Kalapban. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Nagyon jó ez a kis kalap. Nagyon ugye? Tetszik. Igen. Ez az imidzsem. Komolyan? Tényleg? Egy picit. Ezt még talán a Nikolász kezdte el valamikor az X-faktorban, nem? Vagy, hát vagy... Nem, ezt Kalambó kezdte. Ja. Nem azt a balókabát. De Rik úr. Honnan jöttél, mi újság? A hugodról egyébként, pápa mellől. Hugodról. Nincs is hugom. De ott dugják a hugod. Jézus Atya úristen, ez jó lesz ez a rocsó, már sejtettem. Már azt szeretem. Hány kilométer innen? Hát ez egy 110 körülbelül. 110 de kilométer. De itt vagyok koleszos, úgyhogy már tegnap jöttem. Erdész. Azért ez a gyönyörű kalap. Hát azért, így van. És mi a kolesz tényleg, mit tanulsz, hogy mi lesz? Hát erdészeti szakközép, így van. Azt hittem hűz, de akkor nem, tényleg erdész leszem. Szükség van erre egyébként, nem? Azt hittem azt, hogy fura gusztus, de... Nem, jó, arra szükség van. Arra szükség van. Eteti a vadakat, gondolom, rendesen. Hát ilyen, meg seftelni szépen, ahogy ez kell. Persze. Megint kidőlt egy fa, mi, ha csak eladjuk. Aha. Ez is görbe, az is görbe. Igen, adját is sörétet, adok egy nyulat helyben. Na és mi helyzet a vadállományunkkal, rendben van minden? Hát azért van, meg hát etetni kell őket, meg lőni. Hát azért szaporodnak, na. A mondat igen. Első részével egyetértek, de hasznos a vadászat kell azért az. Szeretem az állatokat, azért ölöm meg őket. Te vadászol is egyébként? Hát nem. Nem? Nem. Nem. Én ilyen laza, hogy ember vagyok, én nem ölök ilyen állatokat. Nagyon helyes. Igen. Még. Bár nyilván a vadászatra egyébként szükség van. Tehát ez egy ilyen buta sztereotípia, hogy na, hát ők csak öncélúan ölik az állatokat. Télen gondozzák őket, etetik őket, karban tartják hogy a vadállományt. Hát ezt is helyretetted ezt a témát. De nem, tényleg, méltánytalanul bántják a vadászokat, és még nincs fél hét is ezt is. Rendbe tettük, érted? Fogadjuk, hogy le van foglalva valahol egy bőgetés, vagy egy jó kis, vagy ilyen a vadvacsorára egy... Voltam szarvasbőgése hétvégén, úgyhogy majd mesélek. Jó történet. Jó volt. Jó. Ebből így kitalálnám, hogy szarvas egy darab nem volt. Hát, amíg odaérkeztünk, addig volt, csak hangosak voltunk. Hangosak voltunk, és elüldöztük őket. Jó van, na kit szólaltassunk még meg? Fiatal ember, hát maga miért nem alszik? Oh, hello! Köszönjük. Sziasztok! Szia! Hello! Nem kéne suliba lenni? 7:30 megyünk. Ja igaz, mondjuk ilyenkor még hülyeség lenne ott ülni. Fél hétkor iskolában? Miért legyen az a gyerek fél hétkor iskolában? Hát persze. Minusz 2. óra. Igen, hát, mit csinálják? Még. Lecke kész van? Igen. Ne bólogass, mert ezt nem hallják. Hányadikos a gyermek? Hányadikos? Nem nyúzzuk őt. Na, másodikos. Másodikos, jól van. Fenyőtérre járunk. És milyen szép érett női hangja van. És miért magázódik? Na jól van, oké. Na, hát nagyon sok minden történik velünk itt ma reggel, drága soproniak, még nem késő egyébként a Deák térre kijönni, mert itt vagyunk, a Mátyás király utca felül részén, jól mondjuk? Szóljatok, ha valami nagyon rosszul mondok. De mit bólog azt egy őri, vagy most mondtad? Ez az! Ez a tömegpszichózis, hát egyetért a többiekkel. Együtt működik velünk. Így van, lesz egy csomó játékunk majd, vannak helyszíni nyereményeink is, és hát ha valaki szeretne majd megnyerni egy vadonatúj Suzuki-t, méghozzá egy S-Cross-t, akkor ki kell tölteni egy ilyen kis játékkártyát, amit majd vissza kell adni a hosteszeknek, és hát kisorsolunk majd valakit az adásunk legvégén.
Mi az a fennforgás? Ott mi történik? Semmi, semmi, csak egy varszamezes fiú jött ide. Mi van, jönné velünk meccsre, mi? Igen. Aha, gondoltam. Ne, nem azért adta, hogy írd alá, hanem hogy küldje be nekem, hogy hozd be nekem. Ja, viszem. Nézd csak, ide tesszük, és Balázs bácsi, amikor erre jár, majd aláírja, ugyanígy üres lesz végig. Őt bírod a legjobban, mi? Igen. Rögtön láttam, ahogy ránéztél. Te csak így egyedül szülők nélkül? Nem, itt van anyukám is. Na jó van, akkor azt hittem, hogy csak így kiszöktél gyorsan még. Szülők alszolnak, te pedig megérkeztél. Hogy hívnak? Peti. Te tényleg barszadrukker vagy? Igen. Jó, annyira világít a lámpa, hogy nem látok belőled semmit egyébként. Nem, reál, csak későn értek már oda az állapot. És ki a kedvenc a barszából? A Messi. Messi, de most lesérült, nem? Igen. Na, gyerekek, ahhoz is értek, hát most nézd. Hát, de most értek. Hát, tehát nincs olyan téma. Kérdezd meg, hogy mondjon már még egy barsza játékost. Akkor mondj még egy barsza játékost. A Neymar. Neymar. Az is barszás, azt hiszem. Igen, és hogy tetszenek az új frizuráik? Biztos láttad őket. Kicsit idétlenek. Aha, picit furák lettek, mind a ketten beőszültek egy kicsit. Beszőkítettek. Én a Neymart nem ismertem meg konkrétan. Igen, beszőkítették aljukat. Na jól van, oké, töltesz majd kártyát? Szeretnél autót nyerni? Persze. Tényleg? Uh-huh. Anyának mondta, nyugi anya, elmegyek, megnyerem az autót. Persze. Nem jó. Fázol, nincsen semmi gond? Nem. Kérsz egy felest felé, én mindig lapos üveget. Lapos, de nem is ott hozok, tudom, hogy sokan vannak. Persze, korán érnek már. Szóját tudunk egy kis rumot tölteni, tehát már megvan a holnapi címlap. Így van, alkollal, és alkollal kínálták az iskoláskorú gyerekeket. Pillen. A kitelepülésen. Igen, hát ezeknek semmi se sem. Semmi sitre minden. Na. Na szóval, hol tartottam? Ja igen, szóval, igen. Hogy regisztrálnotok kell majd, jó, így lehet megnyerni az autót. Nyilván nem ma sorsoljuk, hogy ki nyerte az autót, ma csak regisztrálunk, és egy helyszíni nyertest kisorsolunk, aki majd ott lesz pénteken a több helyszíni nyertessel, és közülük dül majd el, hogy ki nyeri az autót. Így mondja, jó mondja. De hát csináltuk már ilyet, szerintem ti is tudjátok. Hogy a fenében? Minden városban szinte már voltunk, úgy értem, hogy vittünk autót. Jó, úgyhogy pénteken pedig az öt helyszíni és az egy SMS beküldő, aki adásban küldi majd az SMS-t, azok közül dől el, hogy kinyeri az autót. Suzuki SX4 Cross 1.4 GL 2WD, és ezt a kifejezést ismerni fogják. Aztán ismerni fogják a haladók közül, az illatoskát haladó forgatói közül, kanyonbarna színű. Egy gyönyörű kanyon. Egy kanyonbarna színű, csodálatos is autó. Feri, mi ilyennel jöttünk? Ez itt az, igen, ugyanilyennel, csak a miénk nem kanyonbarna, hanem metálkék. Nem gyönge eresztés. Csak mondjuk egyébként, hogyha valaki munkába akar menni, az írjon nekünk SMS, mert Feri minden helyszínen elvisz valakit a munkába. A határvadászokat keres. Igen, valakit kirak a szántó mellett. Tényleg, ha belöki valaki, hogy Ausztriába dolgozik, átvigyen, vagy mi van? Hát akkor nem tudunk rá számítani szerintem most egy ideig, Feri. Majd kapjuk egyébként úgyis az SMS-eket, hát sajnos egész héten kaptuk, de hát a soproniaknál jobban ezt senki nem tudja. Ki jár át dolgozni? És mennyit kell várakozni? Sokat. Nagyon. Kocsival jársz minden nap? Igen. De nagyon sok kéz lendült a magasba. Nagyon sokan jelentkeztek. Ki jár át még egyszer? Mutassátok meg. Jézus Atya Úristen. És hát mit csinálsz? Újságozok. És már most végeztél, vagy ma Szabi van? Nem, megyek mindjárt. Te vagy a délutánire szortos. Hozzátok, jöttem. De arra, hogy az újságot így reggel szokták. Az újságosod az mit jelent, hogy elveszel, vagy odaadsz? Odaadok. Újságot, mit jelent, begyűjtöm. Begyűjtöm a napi újságot, és eladom a benzinkutat. A háziak előtt kell odaérnem a postaládát. Kicsit melós, de... De helyesen, és akkor most kijöttél hozzánk, és utána még ma még mész ki? Igen. Hányra kell kiírned? Hát hajnal fél ötre szoktam menni. Mondjuk ez laza, ott ül ki majd az osztrák sógor, és mondja, hogy hol van a napi Zeitungom. Te meg még itt áldogálsz, mert kicsit előtte találkozol velünk. Ez jó, ez nekem tetszik. De te osztod be a munkaidődet? Igen. De miért, az újság nem reggel jelenik meg? Nem, olyat viszek. Én évre címre szólósat. Ja, ilyen előfizetéses, meg ilyen. Nem. A reklámújság. A Tommit. Aha. Vagy... Porno. Az osztrák... De azt is. Azt is. Az osztrák Interpress magazin biztos, ami előfizetésre jön. Jól van, oké, hát maradjál, örülünk neked is. Jó, elmondtuk mindent, ezen kívül lesz egy tehénfejős játékunk majd, ahol is egy A pluszos kategóriájú hűtőt lehet nyerni. Hoppá. Teletejjel, úgyhogy, és az helyszín nyeremény, tehát azt már valakinek itt hagyjuk. És oldja meg, vigye haza, ahogy akarja. Ennyi, gyerekek. Vicszük a hűtőt is, igen. Na, oké, ennyit erről. A Feri munkába, a vívését illetően csak egy mondat,
hogy akár itt is lehet jelentkezni, ha valaki elmenne most, mert látod bennünket, és Feri el tudja dobni. Vagy ha soproniak vagytok, írjatok nekünk egy címet, felhívunk benneteket, Feri odaugrik, és Sopronon belül el tud benneteket dobni a munkába, hogy aztán belátható időn belül Feri visszaérjen. Igen, ha nem egy, százuburgi pékségben dolgozik. Igen, igen. Tehát egy Sopron sátorai a új hely nehezebben kivitelezhető jelen pillanatban, de mindenféle megoldásra nyitottak vagyunk. Úgyhogy írjatok SMS-t, jó? Ha úgy érzitek, hogy szívesen mennétek már reggel Ferivel munkával. Mi van? Te hova mész? Vigyelek-e suliba? Igen. Megvan az első utasunk. Mennyi innen a sulid? Hát csak az Orsolyába járok. Az ja, hát az Orsolya az itt van, de vicces. Emlékszel a múltkor is, hogy én is voltam, itt csak aztán megházasodtam. Így van. Az Orsolya, innen az Orsolyai pókjárásba elgurulok, tehát az ördög szekérbe elgurulunk. Jól van, oké, na, drága hallgatók, játékra most nem kell jelentkezni, jó, mondjuk azoknak, akik írnának nekünk SMS-t, mert tudjátok, aki települünk, akkor mindig a helyszínről választunk játékost. Úgyhogy ne írjatok, mert úgyse tudtok most adásba kerülni. Jó, na, azt mondja, hogy Soproni határnál pont most küldték nekünk, van egy baleset, az plusz az osztrákok ellenőrzik az autósokat. Oh, hát na, végre. Már berágtak. Már kezdődik. Már berágtak, így van. Mondtál rájuk valami csúnyát az előbb? Azért jó. Köszi Bali, hogy letoltál az útról. Szatyi küldte nekünk. Szatyi Soproni, ezt nem is. Ezt sosem mondta még, nem? Jól van, oké, na, akkor elkezdjük. Tökély, hogy nem azzal vitatkoztál, hogy valakit letoltál az útról. Jó, azt tudtam. Hát valóság meg fel, ki tudja, hogy ki jut abban az autóban. Csodálom, hogy csak Szatyi írt már. Legalább 100 embernek kellett volna felháborodott hangi terület sem esti írni ma reggel. Még 99-et vár. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hétfő van, elindult egy újabb hét, mi pedig Rócsón vagyunk, és Sopron az első állomásunk. Deák tér, a Mátyás Király utca felüli része. Így van, tele van már a Facebook különböző fotókkal, az Instagramra is. Az Instagramra is felraktunk egy nagyon-nagyon kellemes kis hangvételű videót. Mindenképpen nézzétek meg, nagyon intelligens. Nagyon intelligens, nagyon barátságos videó. Aki nem lájkolt még bennünket Instagramon, tegye meg. Már egyébként majdnem 137 ezeren vagyunk Instagram felületünkön, és a kicsi kis elit társaságból mennyire nagy társaság lett. Úgyhogy ott is érdemes bennünket követni. Instagram applikációt kell letölteni. Na, Feri pedig már úton van Katikával, mert hogy ígértük, hogy minden állomáson Feri elvisz valakit a helyszínre. Csak mondom, hogy a nyeremény autónak mit van a csomagtartója? Tudatos, aha, vagy valaki éppen elkötni készül úgy, hogy a csomagtartón keresztül? Valaki megszerezte a sluszkulcsot, csak szólok, kinyitották a csomagtartót. Na, de egyébként lehet nyugodtan, nézegessétek nyugodtan. Persze, nyugodtan. Oké, itt vagy Feri, jó reggelt, hello! Szevasztok! Irgalmatlan macerás a forgalmi helyzet Sopronban, de átverekedjük magunkat. Figyeljetek, rajta vagyunk a Facebookunkon, a Klassz FM Facebookon. Laci annyira szuperül csinálta meg a közvetítést, hogy nincs hang. Ezeket mondom az üzeneteket. Nincs hang, csendben marad, köcsög, miért nem beszélsz? Olvastam a szádról, hallgassátok a rádiót, nincs hang. Mekkora hülye vagy, még ezt sem tudod bekapcsolni, nincs hang. Tehát ezek jönnek folyamatosan üzenetek, én nem tudok, nem értek hozzá, de kettőnket látjátok. Itt ülünk a kis álom Suzuki-nkba. Mert csináltál ilyen kis live-os, Facebookos bejelentkezést? Persze, micsoda, megnyomtam, és hogy live. De nincs oldalt a pöcköd lehalkítva, ja, tudod? Megyek. Azt, hogy kicsit itt közben letetszett cseszni engem, ugye, mert aki hát ilyen iskolában dolgozik, ahol autót oktatnak, azt mondják, hogy ez az első, hogy azt tanuljad meg. Adj Katikát egy picit, mindjárt kikérdezzük, hogy vezet. Add át Katikát egy picit, anyósülésen megszepenve ott ül. Sziasztok! Hello, Katika, hello. Szia! Na, hogy vezet az óriás? Jól, elég jól, haladunk a munkahely felé. Hányra kell beérned? 8-ra. Hát akkor még jó, vagytok, hát 20-20 perc alatt a Pesti dugón is átérni, nem hogy a Soproni. Egy percig itt vagyunk, de most beleugrott a Feri. Kicsit megautóztattam Katikát, de miért lassít? Nem megyünk jobbra. Jaj, és akkor nem kell lassítani, mert jobbra megyek, indexelni kell. Na, Feri, de vidd a combomról a kezedet. Nem vittem, oda menjekbe, és nekünk ez lehet. Lehet, de a gyalogosokat mindig áttengedjük. Édesem, a figyelj, folyamatosan ott érted. Átengedjük a gyalogosokat, nem sietünk annyira. Katikám, gyere egyszer Pestre közlekedni, ott megtanulod majd, hogy sajnos nem minden autós így gondolkodik. Jól van. Merre menjek életem? Most balra megyünk. Köszönöm, az meg nem baj, ha szólsz, hogy merre kanyarodjak. Így van, de Sopron gyönyörű, a belvárosban vagyunk, én már nem tudom, hogy pontosan hol, de majd valahogy visszavezetek. Figyelj csak, Katika, vissza tudsz vinni engem majd?
Igazi az lenne. Ez az szervezek egy oktatót, igen, megyünk tovább. Szervezek egy oktatót, aki visszavisz téged a Deák térre. Az nagyon nagy lesz. És már ott integet az oktató, így hogy egyszerű lesz az. Majd ki vagyunk, ah, már itt is vagyunk. Elkéstél. Figyelj, Feri, lehet, hogy oldalt van a telefonod lehalkítva, azt kapom itt közben infónk, hogy nem vagy milyen mi. Milyen oldalt? Nem az én az telefonom, ez a Laci telefonja. Ja, de csak, hogy az akkor a Laci telefonja le van halkítva. Most tényleg ne engem csesztessetek nem már, baj, nem, baj, nem baj, nem baj, mert hogy ha megvan a felvétel, akkor majd utalak csinálunk belőle egy némafilmet, rakunk rá filmkarcot, áthúzunk fekete-fehérbe, és feliratot. Teljes hangerűm van a telefon. Jelentetlen, milyen suta vagy. Maga oktató? Te vagy, te oktató vagy? Mi a neved? Balázs vagyok. Balázs, jól álltam be így? Hát most erre mit mondjak? Ötös vagy négyes? Vagy hát négy? Ötös. Megbuktatnál? Várjál, arrébb állok, mert gyakorlatilag keresztbe megálltam az úton, tehát nehogy véletlenül a soproni forgalom bárhova el tudjon jutni, úgyhogy jól állom. Katika, na, ott van még? Kiszállt itt már? Itt vagyok. Katikám, jó volt az út, megérkeztél? Igen, nagyon szépen köszönöm az utat, és... további sok sikert fiúk nektek. Nagyon puszi, szépen, köszönjük szépen, köszönjük, szép köszi. És a Janinak külön puszi. Ó, igen, de a Jani kapott egy külön puszit, jól van. Szépen. De hallottad, hogy milyen külön puszi volt azért a hangjában. Jó volt. Kérem is, ezt meg az a nyálas dumát hallgattam idáig, amíg nem kapcsoltunk be benneteket, hogy a Jani így, a Jani úgy, a Jani amúgy. Köszönöm szépen, amit az Abaházi Csabinál küldök kettőnknek egy számot Máté Pétertől, az Ez majdnem szerelem volt cím. Katikám, drágám, nézd, csak ajándékot hoztam neked, kicsit szűk a költségvetésünk, aki látja a Facebookon. Egy nagyon jó, várjál, mondom. Megmutatom az új tetkom. Ne, azt már megmutattam neki, az intim tetkomat is, hogy egy darab árva autóillatosító van a kocsiba, azt tudom odaadni, elfogadod? El is van. Az új kocsidba. Az nagyon köszönöm, adjál puszit. Feri, merül a pacemakered. Igen, tényleg. Mi van? Hogy? Merül a pacemakered, Feri, mert valami nagyon csípon közben. Már várjál, kikapcsolom, most már rájöttem, hogy ez a... Na Katika, azonnal hagyjuk ezt, hogy mindenki téged hívogat most, hogy szárát tettem. Puszi, drágám. Puszi, Kati. Puszi. Feri, még ne tedd le. Puszi, Kati. Nem teszem, mi a helyzet? Vagy, nagyon arra vagy kíváncsi, nagyon ügyes keze volt. Nem, megvan a pénztárcád? Nézzék körül. megvan minden érték a kocsiban, nézd meg, jó. tűnnél volt a rágyosod, Katika, csókoltatjuk. Jó van, visszatalálsz? GPS-szel vagy? Nem tudom, GPS-szel vagyok, csak beszélünk ilyenkor, nem látom, most még itt a dolgozókkal egy fotóra kiszállom, de közben élőbe közvetítjük. Még. Jó van, közvetítsük. Használd a tolatóradat, hogy izgalmasan. Jövök vissza, igen? Semmi, nem szóltuk már, puszi, csáó, gyere vissza. Király, szevasztok. Ugye szóváltást hallanák. Mindjárt a réparkoló jövte köcsög, nem látod, ki van írva? Csicsorcél fogom húzálni, ki vagy? Mit képzelsz magadról? Hey, te! És egy jó húzakodás lenne. Igen, kettő-hárma jó megvernék a Ferit. Mi? Mi? Ki? Mi? Anyád? Te anyád? Ezt szóljál be! Üveg élő adásra. Tedd fel a kezed, Feri, szép ütés, szép forog. Ez a hajója. Jó, vedd le a szemüket ebbe a szilánkokkal. Már nem biztos, hogy jól fogsz látni a ballal. A fejed, Feri, csak a fejed, csak a fejed. Csak a fejed, csak a fejed. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Igen, ő az a stúdióban, az elhízott istenes Bence. 9 óra múlt pontosan 11 perccel, jó reggelt. Kívánunk, drága soproniak! Hát... sosem szoktuk azt érezni egyébként, hogy lassan megy az idő a stúdióban sem, amikor otthon vagyunk, de amikor kitelepülünk, akkor meg már nagyon gyorsan megy. Mindjárt végig. Nagyon gyorsan, így van. Na de hát még mi vár ránk? Még van egy csomó játékunk. Mizomság. Mizomság, igen. Az Árpád híd és a Budai rakpart teljes káosz. Szép napot kaptuk SMS-ben, köszi. M1-esen a tatai baleseti torlódás már megszűnt, úgyhogy jól lehet haladni. Aztán azt nézem, hogy Budai alsó rakpart szintén káosz, nehezebben lehet menni. Vigyázzon mindenki, M5-ös 48-as kilométerénél pedig fotózik a jard, úgyhogy menjetek óvatosan. Azt mondja, az M1-esen igen, megszűnt a torlódás, lassú a feljutás az Árpád hídra, a Vörösvári útról, Szilvi, köszi, hogy elküldted, valamint szokatlan dugó a Margit hídon, Budáról Pestre, rég nem állt be ennyire a híd, ezt beküldte nekünk.
Szeged felé a 44-es kilométernél felújítási munkákat végeznek az M0-áson, 5-6 kilométeres a dugó, úgyhogy ott is menjetek lassan. Na, látom, hogy azért sokan számítanak arra, hogy adásból kerülnek majd ki győztesen, egyébként ez nem baj, majd mondjuk, hogy mikor választjuk az SMS küldők közül azt az egy játékost, aki még ott lehet velünk pénteken a hajón, és hát a soproniaknál is, vagy hát itt Sopronban is nem sokára kiderül, hogy ki lesz az az egy ember, aki jöhet velünk pénteken hajókázni. Ugye? Ki akar? Én! Jó, köszönöm, János jöhet, te nyertél. Maga biztos, hogy ott na, lesz. Na, fejünk akkor egyet? Szerintem igen, hát itt áll ez a drága, gyönyörű kékfehér mizó tehén, hát mondom, ne hagyjuk parlagon heverni. Hello? Ki lesz a játékos? Hol van? Szevasztok, Kitty! Igen, Kitty. Te is Kitty? Nem, én Letty. Az előbb képzeld el, három lány elkezdte a leírat, hogy írjam már rá, hogy Kittynek az első. A második, hogy ő kolléga írjam rá, hogy Kittynek egynek kértek, mert mind a hárman Kittyk, és egy helyen dolgoznak. Igen, igen. Hol, Ausztriában? Nagymama konyháján. Kicsi reklám, nem érdekes. Új játékost keresnénk a tehénfejésre. Az, ez egy étterem, gondolom. Nem, de a nagyszüleinek a nyári konyhája. Étterem? Étterem? Igen, igen. És mind a ketten ott dolgoztok? Nem. Nem. Ott ketten. Ja, hogy ők ketten. Most ez egy bonyolult történet. Aha, most már én sem értem. Jó van, ki az, aki jobban tud fejni kettőtök közül? Én. Ja, hogy ti nem együtt jöttetek, hanem most már játékostársak vagytok. Így van. Leesett. Van így gondi. Egy olyan 8-10 perc alatt megfejtettem, hogy mi történik jó. A következő néhány sajnos a játékra percben. Már nem maradt idő. Igen, mire Balik kitalálta, hogy mi lesz. Kitty kezdte, jó? Jó. Gyere. Fejtél valaha tehenet, Kitty? Nem láttam még tehenet se. Ja, Istenem. Én is mindig bajban vagyok, hogy aha. Melyik a csirke, melyik a kakas, melyik a pulyka. Tehát ez, együtt érzek veled, mert ezt én sem tudom sokszor. Ez az eleje, a másik meg a vége, és nem éhes, hanem valamit ki akar tolni. Aha. Igen. Egy jól megtermett mizó tejénhez kellene letérdelni. Jó? Ebből lehet a térdelés ismerős lesz. Feri, mit nézel? Van egy gyémánt a fogába. Igen? Fesz, kapnál. De igen. Fogj egy fogót, szedd ki azon, Feri, ne te kölyő. Csak térüljön meg a turné, gyerekek. Itt a halas picskán patítsad már. Mi van a fogadon? Fokkő. Ne. Miért nem szedeted le? Hát jó, hát el kéne menni fogorvoshoz, hogy leszedjál fogkövet. Ez egy fogékszer? Igen. És mindig, amikor nevetsz, akkor így megcsillan, mint a Vukban volt a gonosz igen. Róka, akinek így csillogott a szeme. Csillogott a szeme? Diszkóba csak így jár. Na jól van, oké, felkészültünk a térdelésre? Persze. Jó vagy belőle? Gyakoroltam. Megy az a része, mi? Igen. Ki is dörzsölte a térded az új szobaszőnyeg otthon, mi? Igen. Várjál, oda tegyem a cipőmet, hogy az úgy kényelmesen. Hát. Oké. Okay. Na figyelj akkor, irány a tehén. Figyelem. Ragadd meg gyere. A tőgyit. Jó, majd Feri közvetít, mert annyian vagytok itt Sopronban, hogy nem látunk el odáig, mert állnak végig az emberek az üvegstúdió előtt, ami persze nem baj, örülünk nektek. Csak majd mondja na. Feri, hogy spriccolé a tej. Spriccolé. Ez a csecse. Okay. Jó, ez megvan idáig? Meg. Megvan idáig. Több csecse is van egy tehénnek, átlagban 4, és te bármelyiket rángathatod, jó? A mindenit. Mennyi időt adunk rá? Hát, egy perc. Szerintem még egy perc szokott lenni, és akkor lemérjük a mennyiséget, egy hogy mennyi perc, az annyi, jó. Így van. Ez egy alkargyilkos teljesítmény egyébként. Így van, ugye? Tehát oszd be az erődet, arra próbál célozni a Jani is, hogy ne rögtön az elején a nagyizmos ság, hanem így szépen folyamatosan térdre, ahogy szoktuk ott mondani. Feri, nem otthon vagy. Igen. Forduljatok már egy picit, jó légy. Egy picit gyengéde menő, nem a nejed. Ő már megszokta. Jani, indítasz. Ja, igen, csak belevesztem egy picit a mizós lányok látványába. 3, 2, 1, tessék! De miért ülök, ezt itt állok mellette? Megindult, hát ebből nem lesz rekord. De spriccel az a tej, hallom én. Nagyon jön. Ő azt a technikát választott, hogy két csecset egyszerre rángat. Kettőt tehát nincs fölváltva, igen, azt, hanem az mert a klasszikus az úgy van, hogy jobbal, de ő a kettőt... Nem igazi. Ne válogass, Kitty édesem. Ne a veszekedésre pazarold el az energiát, fejjél. Kitty, milyen érzés? Mondj valamit. Hát szóhoz se jutok. Ugye? Ezek a körmök, ezek nagyon durvák hozzá. Más is panaszkodott már? Ott már panasz otthon. Ráadásul fogazol. A gyémánt berakás. Úristen. Jézusom, le fogok esni. Hát nézzük. Elvérzek. 50 másodperc. Kicsit bedobtuk a gyeplőt a lovak közé, úgy érzem. De nekünk a hang mindenhol megtalál. 3, 2, 1. Itt a vége, Kitty. Engeded el. Ne legyél csöcsön rajongó. Gyere szíves, segítek ki. Köszi. Látod? Hát figyelj, dicsérnélek, de nincs mire.
Nincs! De jó voltál egyébként. Én nem láttam bele semmit, a hangok alapján azért egy fél liter lejött, aha, nem? Hát majd meglátjuk, mindjárt most mérik a mizós lányok. Figyelj, mennyi, hanga, figyeljünk. Mennyit mond? Hanga, nincs elünk közel. Másfél deci. Mondd szépen. Másfél deci. Ugye meg lesz az csak, volt egy tavaszi rócsónk, és ott volt egy lányzó, nagyon jól tudtam mondani a mennyiséget. Kérjük a mizós lányoktól, hogy átéléssel közöljék majd velünk a megfelelő mennyiséget. Szóval mennyi? Másfél? Másfél deci. Másfél. Detti, hát gyakorlatilag te egy teljes ilyen műszörme bundát magadra aggattál ma reggelre, nem egy fej... Édesem, vedd csak le a cuccot. Na gyere! Azt hittem neki át levágni a körmeit. Nem, azt nem. Gyere, Detti. Még ezt is leveszed? Kicipzár az út. Jó van. Te is egy étteremben dolgozol, vendéglátóipar, külföld? Külföld. Nem ez mondod komolyan, te is? Hol? Igen. Atya Isten. Bécs. Bécsben? És mit csinálsz Bécsben? Szállodaiparban dolgozom, supervisor vagyok. Ó! Kérlek, a János ne zavard össze idegen kifejezésekkel, mert ilyenkor mindig tőlem kérdezgetünk. Mit csinál egy supervisor? A szobalányok munkáját felügyeli. Jaj, akkor te vagy a főnök asszony, mi? Ezt nem szerettem volna így kimondani. De igen. Szigorú vagy egyébként? Igen. De hát annak is kell lenni. Te vagy az, aki a végén bemész és ellenőrzöd a szobát, hogy minden oké-e? Csak egy kis mappával a kezedbe járkálsz, és nagyon szigorú vagy. Láttam már ilyet biztosan. Hát, igen. Egyébként előfordul, igen. Mondjuk nálam bárki jön takarítani, mindig ráncolja a szemöldökét, olyan dolgokat talál a szobába, úgyhogy nálunk azért van meló, de láttam, igen. Szigorú nők, hát elég csak a feleségére, meg az anyósára gondolom. Oké, na milyen, hogy állsz a fejéssel? Még soha nem próbáltam. Persze, ne kapom számára. Hasonlót se? De hasonlót, igen. Oké. Okay. Ne menjünk tovább ezen az úton, gyere, no, de... Hát, mit tudom, úgy értem, de mit tudom, cicát felnyújt. Meg se álltunk. Ne, én cicára gondoltam, vagy mit tudom, én nem tudom. Vemhes mangalicára értem. Cicafejés, így van. Detti, akkor ismerkedjél meg te is a szerkezettel, ami kis tehenünkkel, és akkor egy perced lesz neked is. Megfoghatod a csecsét nyugodtan, legyél bátor. Azt mondja, hogy rajta! Detti, látom, már le is térdelt, Detti, ugye? Detti ott van, én most jól... De jó, jön a hang, már hogy úgy... Ó! Ó, gyerekek, hát itt ömlik a tej, sír a tehén. Ez elakadt, hogy mi történt? Ne, elvettem a mikrofon. Letépte a tőgyét. Muti Feri a hangot. Hát ez gyönyörű, komolyan mondom, erős izgalmi állapotba kerülök a hangtól. Dettiben ez... jobban bíznék. Van benne a temperamentum, igen. Uh-huh. A tehén élne, már rúgna valószínű. Tehát, hát, ő picit kapkodósabb, nem? Hogy tetszik? Fáradok. Hogy tetszik, kérdezte a tehén. Ennyi idő alatt elfáradtál? Nem lenne közös jövünk. A tehén mosolyog. Most kezdek csak belevendülni. Majd még be sem jöttem a szobába. Gyerünk, Detti, még 15 másodperc, és meg lehet a hűtő telerakva mizó tejjel. 10 másodperced van, az utolsókat nagyon keményen húz meg. Aztán 5, 4, 3... 2, és egy, most nyitva és a itt pár. A vége! Figyelj, okay. Akkorát rántott rá a végén a klasszik. Még a te számad is könyvbe nem levet. Úgy, de megkívántam. Okay. Kiszakadt mind a három rákó. Jó, hogy nem általásos ez a játék. Választói. Na nézzük, akkor itt is egy mérés, ugye másfél deci volt Kittinek. Nagyon fontos, hogy hogy halljuk majd a mennyiséget, jó? Kellő átélést kérünk a mizós lányoktól. Ja, várjál még egyből, te figyelj, öntögeti össze-vissza. Figyelj, hát meg kell mérni, egy teli hűtő, egy hűtőszekrény tele mizó ajándékkal. A szőkék a gyengén nyerjen ő. Várjál, tehát ott állunk, te vagy az ember, aki sorsok fölött fog most dönteni, Detti vagy Kitti vagy Detti. 100 000 kiéhezett férfi fül áll a mikrofon másik végén. Hogy mondod? 3 deci. Azt a mindenit neki, hadd menjek fejni. Jó vagy. Cseréljünk, gyertek. Oké, ez pedig azt jelenti, ott van már a főnyeremény. Dettikém, itt áll melletted, ismerkedjetek meg. Ő az A+-os hűtőszekrény, álljál oda mosolyogni, és gyönyörű laktózmentes mizó tejek vannak benne. Fantasztikus, nagyon örülök. Még soha életem nem nyertem egyébként semmit, úgyhogy ez az első nyereményem. De és egyből egy hűtőszekrény. Igen, nagyon jó, nagyon boldog vagyok, köszönöm. Na, rakjátok a hátára. Igen, én akkor a tiéd fel tudod bevinni. Fölvigyük el lakásra. Irány, vinj! Igen, léci. Itt laksz egyébként, soprani vagy? Nem, Bécsben élek. Ja, Bécsben is kiköltöztél. Hagyd már egy szegény magyaroknak ezt a hűtőt, ne vigy már lakó nekünk. Hát te már elmentél oda a nyugatra, megcsináltad a szerencsédet, hát elviszed tőlünk a hűtőt. Most hát van még visszük vissza a gorenyéket. Alig hoztuk el őket.
Jól van, és bérelsz ott egy kis lakás, vagy? Uh-huh. Igen, és egy egy lakótársam van, magyar lakótársam, és ketten bérelünk egy lakást. De akkor a hűtő jól jön, tehát akkor el tudjátok rakni. Jó lesz helye, igen, lesz helye. Jól van. Oké, na, ügyes vagy, gratulálunk, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszi, ciao, puszi. Kitti. Hát, ez egy igaz díj lesz. Hmm. Hát, gratulálok. Jani adja át, jó? Menjél. Nem volt ez. Hallottátok ezt a gratulálókat? De nem volt ez annyira őszinte. Mondanád őszintén. Amikor rám nézett, megcsillant a foga. Igen. Egy ajándékcsomagot tudunk majd adni valamit. Már ott is van, nézd. Ott a napszöveges. Mögötted a sudárleány. Sudárleány. Ami Zsuzsuinknál. Na, lejátszuk akkor ezt a hármas ugrást. Legyünk túl rajta, mert megvernek bennünket. Ugye megígértük egy játékosunknak. Nem tudom, hol van a leányzó, akiben van temperamentum bőven, de neki ígértünk még egy játékot. Ott Jézus, ott jön a másik oldalon. Nézd és integet. Mondd, hogy könnyek a kérdések, Jani. Hello! Segítő. Szia, ciao, várjál, mindjárt jövő, kapsz egy mikrofont. Jó, mikrofon. Jani oda tartja. 1-2-1-2, csak van. Hello! Sziasztok! Még egy nevet mondasz nekünk? Tündi. Tündi, újra Tündi, hello Tündi. Látod, hogy amit mi ígérünk, azt betartjuk. Ígértünk neked egy játékot, és kicsit kellett rá várni, de megtartjuk. Igen, köszönöm szépen, nagyon örülök ennek. Nyissuk ki az ajtót, mert el fogja szívni az oxigént. Hát sokan vagyok, valaki neki kéne menni. Tündikém, és mi a helyzet? Kaptál SMS-t? Lágy mint Doug Steinból írt most valaki? Nem. Nem nagyon értik ott a magyar nyelvet. De hát nem online van. Hallgatnak bennünket, úgy gondoltam, hogy a többi magyar esetleg nem írt senki, hogy hallottunk adásban, nem jött még semmi. Oké. Ilyenkor azok még alszanak. Alszanak még? Tényleg? Ja, hát aki vendéglátós. Mikor nyitok? Hát én egyre járok dolgozni. Egyre? Akkor délután, de akkor délután nem viszont. Délután este, igen. Ebédelni, nem menjünk hozzád. Hogy? Nyugodtan, kettőig van utána, nincsen semmi. Ilyen utána az osztrákok, igen, betartják ezt. Még szigorúan. Igen. Na oké, menjünk akkor, Tündi. Jó, csak lassan. Kérek segítséget majd. Hát ki segítene neked, nem? Aha. Igen. 800 ember fordított hátat a stúdió. Nem. De Tündikém, szeretnénk imádni. Nem lesz nehéz. Nem lesz nehéz. Mondod ezt te. De komolyan mondom. Hát ha nekem könnyű, akkor ez mindenkinek. Akkor nekem nehéz, igen. Na figyelj, melyik zenekar slágere az Azok a boldog szép napok? Melyik ez a zenekar? Azok a boldog szép napok ég veled, de mert te nem tudod, milyen jó nélküled. Eléneklem neked. Szerintem nem, most hagyjuk az üzengetést. Na. Beatrice. Beatrice. Köszönöm. Milyen jó, hogy ilyen jól tud szájról olvasni. Ez nagy szerencse egyébként. Oké. Na figyelj. Hány deciliter bor van a hosszú lépés elnevezésű fröccsben? Ezt tudnod kell. 1 deci bor, 2 deci szóda. Köszönöm. Schlagmindlagstein. Miss Schlagmindlagstein, azért ezt megfejtett egy perc alatt. Nem azért, mert pincér, hanem mert alkoholista. A leányból csúlya utat. Muszáj. Igen. Különben nem bírom. Na figyelj, megállhatsz, ha úgy érzed. Tehát azt gondolod, hogy elvinéd a sapkát és a nyakbarkasztót, meg lehet állni. Bizony. Ha kell vagy szeretnéd a morning show órát, akkor menj tovább, de nem könnyű a harmadik kérdés. Történelmi jellegű. Igen. Milyen, hány is volt a töriből? Hát szerettem a törit, de olyan jó nem voltam bele, ilyen 4-es körüli voltam. Szóval 2-es. Nem, az a baj, hogy nehéz kérdés, mert a kamaduli szerzetesekhez kapcsolódik, akik némasági fogalmat tettek, és tudod, hogy nehéz. Akkor nehéz lesz. Nehéz, tényleg nem egy könnyű üzletet. Kérdés. Köszönjük, én nyitott vagyok, üzleteljünk. Megkapom a böpédet. A laptopodat. A kocsi kulcsodat, a pulóveredet és a bankkártyádat. És a szuszpenzorot. De hogyha nem tudod a választ, akkor megkapod. Nem, akkor megállok, viszont cserébe szeretném kérni a bögrédet. Nem hangzik ez jól, tesó. Mit mondasz erre? Ebbe valami kamacs valamit. Adjunk neki egy bögrédet. Várj. Szerintem csak a... Most Pippe bele fog. Jó, de akkor a többit nem kapod meg. A DNS-et kell csak neki. Ezt letisztítom, hallok belőle, nem kapodsz semmit. Jó, kell egy bögre, vagy szeretnél egy bögrét, akkor az ajándékcsomag itt marad? És akkor megállsz. Igen. Jó, van egy kérdésed holnapra, Jani. Igen? Király, köszönöm. Akkor tőlem meg kész pralinét, nagyon finom. úgy kaptam. Figyelj, Tündi, azért tényleg a DNS-emet leszedem, ki tudja, mi jár a fejedbe. Nehogy ezt szentkésre. Ne félj, ennyire nem vagyok borzasztó. Így ezt a tőle. Képzeld el majd egy pár évvel. Egy gyönyörű szép bögre, klassz FM-es, tessék. Alá is írjuk neked? Légy szíve, annak nagyon szükségem. Persze, aláírjuk. Neked szeretnék majd mondani. Így van. Te az én születésnapomon szoktál le a dohányzásról. Én egy hónapra leszoktam. Aztán megismertelek, és visszaszoktam. És azóta nem szoktam. És nem szoktál vissza? Nem. De ügyes le a kalappal előtte. Most már közé egy ajándékcsomag is jár. Tessék.
Köszönöm szépen. Mit boltol ez a tünnek? Komolyan mondom. Nem, elképesztő egyébként, tényleg. Jól van, oké, Tünni, nagyon köszi, vigyázz magadra. Jó? Valakinek egy dedikált bögre? Jó. Vidjó hírét a magyar műsorvezetőknek. Hát, ha egyszer ott fogunk állást keresni. Egy osztrák rádióban. Slag mint Dachsteinon, hójelentéseket olvassunk majd novembertől márciusig. Tündikép, puszi, köszönjük szépen. Maradsz még? Igen, azt mondta, hogy megszokta. Már, itt vannak szendvicsek is, laptop, internet, ingyen, tízig. Igen, puszi, köszönjük. Várj, még csinálunk egy szelfit. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Hello, drága Kaposvári, aki itt jó reggel! Hello! Gyerekek, olyan, mintha tegnap lett volna. Igen. Nem? Komolyan nem, de akkor mondtam. Esett az eső, az nem volt jó, amikor tegnap volt, emlékszel? Nem is teljesen itt voltunk egyébként, de itt voltunk. Itt. Ugyanitt állt, ugyanitt volt az üveg, hogy ott kentük a szendvicset, ott szakadt az eső. Nem hiszem. Igen. Így van, nagyon nagy eső volt. Alatt, de erről Viki inkább ne tudjon. Na, hát annál is inkább a bocsánat, hogy igen? Szabadba vágok, annál is inkább érezhetjük magunkat úgy, mint hogyha ha folytatódna az az egykori legendás kitelepülés, mert egy úriember itt az előbb odaadott nekem egy olyan autogramkártyát, amit akkor osztottunk ki, az egyik oldala már dedikálva volt, és mondta, hogy hát akkor a másik oldalt is dedikáljuk már. Emlékszel, ezt még akkor adtátok, amikor ment a szekér. Ezt mondta, jó, nagyon jó arc, igen. Humor van, minden van. Még jobb, mint egy akkor sült rizskohot adott volna. Igen, igen. Jani, ez megmaradt a múltkor. Mi van benne, briket? Nem, ez rizskoh. Két éve őrizgetem neked. Tényleg, mikor voltunk ki, drága Kaposvári? Két-három évvel ezelőtt? Ki volt itt azon a kitelepülésen? Igen, ők annyira megfáztak az esőben, igen, hogy nem mertek jönni véget. Kicserélődött a hallgatottság, tudod, azóta senki nincs, újak jöttek. De mi 2000, most mi van, 16, 14 körül, nem? 13-14 körül hát voltunk. Igen, igen, úgy volt. Három? Úgy volt. 13? Atya úristen, gyerekek, elment három nem, év. 6-tól 10. Na, de mi hülyek vagyunk azon városokhoz, ahol szeretnek bennünket, mi ezt megjegyezzük, úgyhogy ezért jöttünk vissza. Ja, ki tudja, tudunk-e? Ki tudja, tudunk-e még jönni? Úgyhogy eljöttünk hozzátok, hát nem mondom, hogy zökkenőmentes volt az utam, 4 órakor sikerült elindulnom, már majdnem 5:30-ra ki is fogyott a benzinem. Jóval ügyes. Figyelj, ez a 67-es út, ez, én értem, hogy erről itt sokan énekelnek meg, hogy ez milyen fantasztikus út, de hogy egy rohadványos benzinkutat nem tudott valaki oda letelepíteni. Találtam valami orosz benzinkutat, ahol se ember, se róka. Álltam ott, halóztam, benéztem valahol ott, nem tudom, miután lejössz az M7-esről. Semmi. Mi az, hogy benzinkut be van zárva? Hát gondolom, 6-kor nyit, vagy valami ilyesmi emberi időben. Nekik is kell aludni, értsd meg. Konkrétan úgy jöttem, hogy minden lejtőn gurultam. És azt vizionáltam, hogy te már jössz egy ilyen marmonkannával felé majd, mert hogy ki fog fogyni a benya, és itt a Kaposvár határában találtam. Hívhattál volna, ki voltam kapcsolva. Igen? Aha, igen, bátran. Hirtelen nagyon rémisztő, hogy ott vagy az erdőbe egyedül benya nélkül egyébként. Uh-huh. Már láttam magam, hogy megyek az erdőbe. Ha-hú. Igen, már vártam volna a hívást, hogy Jani, tudom, hogy te nem tudsz segíteni, meg a Feri is alszik, de gondoltam, hogy ne aludjál már, kelj már föl te legalább. És ilyen klasszik benzinkút volt? Tehát ilyen kis pici Kaposvár benzinkút. Határában, igen. Gázcsere lehetőséggel, bácsi tolta a bicikliét. Hát bácsi lett volna, hogy bácsi. Hát senki nem volt, érted? Gondolkodtam, hogy föltöröm a kutat. Tehát, hogy ezzel betörök a kútra, mert valahogy benyát kezereznem, de aztán isteni csoda folytán elgurultam ide valahogy Kaposvári. Tudod, az a para, hogy még most nem tankolok, majd a következő. Igen. Ezt miért csinálja az ember? Á, most még mindig nem állok meg sietni, majd a következő. Hát te mert rohadt lusta vagy azért. Igen. Azt gondolod, hogy egy fél órával később már egy fokkal melegebb van, nem fogsz annyira fázni. Na most nem volt következő. Tehát, hogy a 67-esen nincs. Nincsen benzinkút. Telepítsetek egy benzinkutat. Valaki építsen egy benzinkutat, tényleg, mert ez így nem lehet élni. Velünk ez soha nem fordul elő. Nálunk az van, hogy 4 óránként, ami után tankoltunk, mindig megkérdezem Mónit, hogy mennyi van, mennyi meg. Jó. Mennyi még a benzin. Jó, igen, de már tankolás után azon izgulj, tényleg. Egy csíkkal kevesebb. Most mennyi? 2 csíkkal, mert keresünk egy benzinkutat. Nem tudom, tényleg nem tudom, mi a lélektanának az ember nem áll megtankolni. Na mindegy, de Ferivel azért elég gyorsan rátértünk, vagy mennyi volt? 2,5-3 óra? Tehát, hogy ilyen vége érhetetlen. Jöttünk, pedig azért a Feri... Jó, tegnap mi a táv? Ügyesen vezet, ha értitek, Sopron, mire Kaposvár. Hát azért az combos. Megálltunk egy kicsit a közepén, véletlenül pont ott tankoltunk, ahol van egy vár. Ó, belerángattak megint valamilyen sümeg alatt álltunk meg. De nagyon örülök. Fölnéztél, na jó, menjünk tovább. Én nem néztem föl, se én lefelé néztem. Igen, nem vagyunk neked, igen, lefelé kell nézni. Jani viszont azonnal elindult, innen még sose fotóztam le a várat, és akkor csinált egy jó napfényeset. Hát gyönyörű volt. Hát és ráadásul ugye azokat
szabályok, amikkel jöttünk át keresztbe, hát a különböző gyönyörű szép műemlékeknek a tömkelegét, nemzeti emlékelyek. Rezi, Tátika, Somogyvár, Zalaszántó, a Stupa. Úristen, mindegyikről meséltél? Nem, volt egy része, ahol belealudtam. Nem ő, én aludtam. Feri, fenn vagy, Feri. Igen. Egyébként az a tényleg gyönyörű. Igen. De Budapest is nagyon szépen, és ezek hiányozza nektek, szóval, hogy nagyon csodálatos. Meg vagyunk nélkül, köszönjük szépen, eleget leszünk ott majd. Picit, én túlvállaltam ezt az ingázást most ide-oda. Én is azt gondolom. De most baján megpróbálok lenn aludni. Á, jó? Úgysem. Vagytok? Csak csinálunk egy ilyen vacsit, vagy nem? Ha, hogyne. Persze. Tudod, az lesz belőle, hogy aha, mi vagyunk. Igen. Hol vagy, Mari, hol vagy? Nem tudok elindulni. Nagy a baj, gyerekek, nem tudok elindulni. Annyira bealudtam. De hát természetesen ezért Kaposvárosra feledkezzünk, meg Kaposvár is gyönyörű szép. Ahogy Kaposvár átért, gyönyörű? Ahogy átértünk, akkor én rögtön a nyakamba vettem a várost, megkerestem az első olyan helyet. Az első leértékelés. Lehet, igen. Sajnos nem az volt. Az első használt ruha volt adott, bevásároltam. Vettem egy pár új zoknit, 80%-os pamut, 100%-os tartalom. Az első kérdése a hotelben, ahol aludtunk a recepciós lányhoz, hogy hol van egy másik hotel, mert annak az aljában finom a túrós gombóc. Ez volt érdekes. Tényleg, így indítottál? De szimpatikus lehettél. Nagyon jó a kaja, de hogy itt emlékszem, való lettem egy olyan jó túrógombócot, ez viszont itt nem bírom. Igen, mert a Dorottyában szálltunk meg, és az volt az első kérdésem, a Kapos hotel merre? Mert láttam az étlapjukon, hogy van túrógombóc, én meg ugye imádom a túrógombócot is. Úgyhogy így történt. Hát aztán este volt egy kis kalandunk megint, tehát hogy na, persze, tehát hogy így jött, nem, este egy picit elalukáltam, és akkor így viszonylag későn keltem, vagy korán, vagy mit tudom én, és jött Feri visszafele futásból. És kergettek, hát, mondom, egy kicsit, igen, mert el akartam menni inni egy fröccsöt, de nem adtak, úgyhogy inkább futottam egy jót. Elment egy picit mozogni, és akkor visszajött egy jó óra múlva, és mondta, hogy milyen jó itt a környék, milyen csendes utcák vannak, meg ilyesmi. Hát én mondom, én már kinéztem az internetről magam, aki nagyon jó helyet, itt van a közelben, itt a Tecsó mellett, Malomtól a kívják, van körülött egy nagyon jó kis 1 kilométeres rekordtán, olyan szépen megcsináltak az egészet, és ahogy láttam felléteket, van kondipark, van mit tudom én, kosárlabdapálya, ez a futókör, ivókút, az egész gyönyörű, szép, kivilágított szökök, na mondom, hát ez egy csodálatos lesz. Tehát, hogy itt futni szerintem fantasztikus lesz így este, majd ott a villanyfém, és ráadásul még őr is van, úgyhogy nem fognak elrabolni, és szexrapszolgálnak kiképezni majd valahol egy kaposvári pincében. Annak nem biztos. Mondom, egy óra múlva visszajövök. Azt mondta nekem a kislány, hogy a recepción, hogy menjek le itt 2 utcát, szépen ebbe az irányba, aztán le balra, egészen a Tecsóig, és a Tecsó meg a McDonald's-nál, kanyarodjak el jobbra, és már ott is vagyok. Megmutatom, mi lett belőle. Másfél óra múlva jöttem vissza. Úgyhogy már kiszaladtam valami benzinkútig, ahol egy automosóba egy srác éppen ott verette le, mondom, 10:30-kor az autóját, egy ilyen nagyomásomosóval, meg valami laktanya mellett, valami logisztikai ezrednél is voltam már, ott is már néztem a tálát, a hátra tudom azonosítani, és mondta, hogy persze, mondom, picit túljöttél, most le kéne menni a lámpás kereszteződésig, természetesen abban az irányban, honnan jöttem. Jézus Mária. Úgyhogy mennyi volt végül? 16 kilométer lett a vége. Nem akartam, úristen. Nem akartam ennyit futni tegnap este, de ennek ellenére ez zseniális volt. Mondtam is a Ferinek, mondom, hogy egy király lesz majd, amikor a visszanézem majd a GPS-en, mert elképesztő volt. De nagyon szép. A vége az volt, hogy itt nagyon feldobott, mert a Bajcsy-Zsilinszky utcában viszont van egy gyönyörű szép fasor. Na. Ugye, hogy van? A fasort. Hát, ez csodaszor. És végig jó időt futottál? Kérdeztek, hogy János, ez rekordtán? Nem. De azt kérdezik, látom, hogy futottál, mit loptál? Mit loptál, kis Krampusz? Kis Krampusz? Hova rohaz kis Krampusz? Biztos vaj van a füled mögött. Na, szólaltassuk meg egy kicsit a kaposváriak. Mindenki, csak egy-két hangot halljanak a hallgatók, hogy kik vannak már velünk így az első sorban. Én egyelőre keveset látok belőletek, mert itt van egy óriási lámpa, és ez annyira telibe veri a stúdiót, hogy ahogy följön a nap, már fogok látni. Egyelőre még csak ilyen fehér fényeket láttuk. Kezdj csókolom! Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk! Sziasztok! Ja, tegeződhetünk, köszönjük. Persze. Szépen! Mit csinálsz persze itt? Hát benneteket nézlek! A legjobb, mit keresel itt? Igen, de nagyon korán jöttél, elsősoros vagy. Négy órakor keltem. Atya Isten! 4:50-kor jött a buszom, mivel magyarotádi vagyok. Ó!
Hát akkor egy hosszú utazás. És ti vagytok a bakkancs listámon az első helyet. Én megyek elsőnek. Nem tudom, hogy van a sorrend, de én megyek elsőnek. Első helyen, mi? De ja, három. Az se rossz, te is egyedül, mi is hármat. Ott azért már is lesz elégedek. És ez volt a bakkancs listádon, hogy találkozzunk? Igen. De mi már írtál bakkancs listát? Hát nem vagy még annyira öreg, hogy bakkancs listát írja. Hát figyelj, de ebbe a korban már 5 éve nyugdíj után, az már... Várj, és hány pontos? 2? És mi van még? Nem, a legalább 10. Mi van még rajta? Még egyet mondja. Még egy horvátországi utam is van anyámnak a szülőhelyére. Aztán, hát még van 1-2. Nagyon helyes. Hát jó az ember, az azt szépen akkor ki tudja pipálgatni. Világos. Ingyen súlyfürdő hévízre. Az már megvolt. Akkor egyet kipipáltál. Egyet kipipáltál reggel. De ez annyira megtisztelő. Igen, nagyon-nagyon helyes vagy. Köszönjük szépen. Meddig tudsz maradni? Ameddig itt vagy. A nyugdíjas, ráér már. Bár állítólag mindig siettek. Hát otthon hagytam az állatokat ellátni, meg a házat őri. Ő nem akart jönni? Hát dehogy nem, de hát én vagyok az első. Helyes, mondtad neki. Néha a nőnek is kell elsőnek lenni, nem csak a férfinak. És mondtad neki, te maradsz, megyek a Balázsokat megnézni, te itt maradsz. Pontosan így történt. Aha. Jó, ez kell. Hát ha négyen jönnénk vissza, menj ki a disznóhoz addig. Az ő bakacs listája, a Petőfi Rádió van? Nem. Az övén az Edda koncert. Azt a mindenit. Hát, ott azért szerintem jó lenne időbe odaérni, amíg még tényleg dalolnak meg zenének, és nem csak az UFO-król beszélgetnek. Igen. Itt van valahol a mi Zsuzsink is, aki megnyerte a szendvicskészítő versenyünket. Hello! Zsuzsi! Sziasztok, jó reggelt! Kapom az infót, hogy itt vagy. Hello! Gyere már ide előre, hogy hadd lásson a Balázs, mennyit nőttél tavaly óta, vagy Zsuzsi. Tavaly előtt óta. Te nyerted a szendvicskészítő versenyünket? A hűtő megy még? Megy a hűtő, igen, nagyon jó. Volt a nyeremény. Igen, az volt a nyeremény. Valakivel párban versenyezik. Kató nénivel, tudod? Úristen, Kató néni. Soha senkit nem láttam azóta se úgy szendvicset csinálni, hogy Kató néni csinálta a szendvicset. Igen, hogy most hoztam nektek egy kis reggelit. Nagyon szépen köszönjük. Az a szendvics maradék, vagy mi? Azóta fejlesztem a technikát, és a kollégák besegítettek, úgyhogy. És mit kaptunk? Hátul egy kis reggelit, szendvicset. Ó, de drága vagy. A szendvicset nem Kató néni készítette, mert én mind a mai napig néha feljadok álmomból, amikor eszembe jutnak a szendvicsek, mert ő úgy tudta stylingolni, úgy tudta eladni, hogy valami csoda, de amikor kinyitottad a szemed, és megnézted a szemed, és az döbben, ez tényleg döbben. A kapcsolatot vele azóta? Nem, azóta se láttam. Felszívódott, senki nem látta azóta. Óriás duma volt. Na és ma bátor leszel, indulsz a hűtőszekrényért? Nagyon szeretnék. Igen? Jó. A regisztrálás autóra meg volt már? Még az nem volt. Még nem, azt mindenképpen. Most jöttek meg a szemcsik egy kis tálcán? Igen, ez kis tálcán. Kis tálcán, egy 6 hektáros tálcán megjöttek a szemcsik. Ezeket te intézted? Igen, és vannak benne vegák is. Ó, de rendes vagy. Hogy a Janinak is jut. De aranyos vagy, nem Zsuzsikám? Nagyon köszönjük. Egészségetekre, Balázs. Nagyon kedves, hogy köszönjük szépen. Örülünk, hogy itt vagy. Puszi, ciao, hello. Csak mondom egyébként azoknak a kedves hallgatóinknak, akik nem lehetnek most itt Kaposváron, valamilyen okból kifolyólag, például azért, mert Máté Szalkának, és ma dolgoznak, hogy szembe van itt velünk egy webkamera a háznak a sarkán. És arról meg lehet minket nézni, azt mondja, hogy ez a kapos.com-nak a webcamje, én ezt tegnap este már nézegettem, megvártam, még már nincsen már senki előttem, és aztán így lehet távolítani, lehet közelíteni, de gyönyörűen rá lehet látni egyébként az egész stúdióra. De már hogy nézted, hogy látál ide a térre, és nézted magadat? Nem, még ide jöttem, és megpróbáltam egy kavicsal eltalálni, csak aztán elszavartam. Mert ugye tudod, hogy telefonnal nézed a képét, és közben te ott állsz a téren. Nem, fölmész laptoppal, vagy laptopon keresztül az internetre, és akkor ott van egy ilyen kis kezelőfelület, hogy lehet közelíteni, lehet távolítani, és meg lehet forgatni is. Istenem, egyszer ennyi időm lenne, hogy fekszem egy hotelba, és egy hotel kapos tetén találtam webkamerát, forgatok. Hát ez komolyan mondom, néha úgy cserélnék. Hát veled. Lesz neked, Balázs. Azt gondolom, nem, az a baj, ahogy látom, akkor sem. Jó, hát igen, november után kicsit talán tovább tudunk majd aludni, de ennyi időm sose lesz. Megérper, megkapor. Mit csinálják? Megforgatom azt a webkamerát ott a hotel kapos tetején. Jó, megfordul. Jó, de jó, kémiseprőt látok, így képzeled az eset. Csak mondom, a fáradtsági szintemet, hogy mi jelzik, kérdezik, mert 20 óra 8-kor nem fogadott hívás, mert már aludtam.
Tehát azért az most látom ebben a pillanatban. Tegnap 20:08, már eltöltem. Gyerek járkált érted a nappaliba. Apa is minek jön haza, már alkalmatlan mindenre, nem játszik. Szerintem már lefeküdtem a kicsivel, a Noellal, és szerintem ő altatott el. De szerintem berakad a cumit a számba, megfogta a tápszeres üveget, belenyomta. Én nem emlékszem, hogy aludtunk el. Viki mondta, vidd őt aludni. Ez az utolsó pillanat, ami még megvan. Isteni szerencse egyébként. Vidd őt aludni, now! Szerintem a gyerek így ült egy kicsit törökülésben, nézte, hogy ott alszik az apja, eldőlt, rám feküdt, és aztán elaludt. De még egy fél órát játszott, nem emlékszem, hogy mi történt. Csináljuk már azt, hogy jövő héten egy csomagba válaszolsz az összes SMS-emre, jó? Tehát, hogy mert egyébként tényleg, most teljesen feleslegesen küldözget neki bármit az ember, tehát, hogy nincs rá egyetlen válasz, hogy oké, egy smiley, egy hello, egy dögöny, na bocsánat. Semmi, abszolút, csak a fontosakra válaszolok. Mondta, hogy nálad maradt a pénztárcám meg a izé. Hát ez is. Erre úgyse tudok mit írni, hát persze, hogy nálam maradt. De hát ezt tudjuk majd, akkor jövök másnap. Két napja bóklászok tárca nélkül, mert a feleségem hazavitte, Balázs elhozta, de tegnap elfelejtett oda, és visszavitt a Pestre. Feritől kaptam egy kis aprót, és így úgy kellett választanom magamnak a kávézót, meg éttenet, hogy ki tudjam fizetni a számot. Kérhettél volna még. Még Móni se ismer engem, hogy nekem adja oda. Tehát, hogy azért azt gondolom, ott azért hibát elkövetett. Azért ez komoly hiba, nekem valamit oda, hogy neki add át. Nem tehát abban a pillanat, isteni szerencse, hogy ezt most elhoztam. Én is értettem, hogy miért hisz benned. Nem, ez egy teszt volt, hogy kimozdulsz a 200 méterre lévő házadba. És egyébként igen. De fura, hogy elment az idő, már dél van. Igen, egyébként azt látom, hogy az óratoronyban harangoztak. Igen. Jól nem, van. A harangtoronyban. Ja, harangtoronyban Lorenzen. Oké, na, megnézzük akkor gyorsan, hogy mit írnak hallgatóink. Azt mondja, Jani most indította a kaposvári webkamera szerverének túlterelését. Egyébként nem lehet. Le is vagyok. Robbantsátok meg. Integessetek már föl oda, hát, ha valaki most tényleg ott van, jó? Tényleg egyébként. Egyébként forog a kamera. Ott van fönn a tetején. Ez a piros. Az a durva, hogy ránk fordult a kamera. És kijött egy cső alóla. Tényleg forog, valaki forgatja. Nekem nagyon tetszik, nem szeretem az interaktív dolgokat. Hang nincs. Igen. Annyi, hogy 24 órás képet rögzített, a tegnapot látja még, aki ránéz, tehát nem integet, az holnap fog majd látszani. Igen, furák is voltak egyébként a Music FM-es logó. Igen. Hol vagytok pontosan? Kaposváron, kérdezi egy hallgató, illetve pontosabban Taylor, mert hogy jön. Kossuth tér. Ennyi. A szokott helyen. A szokott helyünkön, igen. Van egy gyönyörű szép téren. Nagy templom és a templom mellett. Így van. Nem? Mert egész jól elmondtam. Mm-hmm. Nyilván több nagy templom is van, de hogy itt ezen. Így van, így is hívják. Helyek a bazilika. Emlékszel, itt a sétáló utcába sétáltunk három éve ketten? Akkor még szerettél. Igen, nagyon meleg volt, és nem tudom, valami könyvesboltba akartunk megvenni valamit. Bementünk, aztán te ott hagytál, mert megijedtél a sok könyvtől. Nagyon veszélyes, igen. Valahogy elmentünk, és akkor átment valami sportboltba. Én meg ott még bókláztam egy kicsit a könyvesboltba. Igen, elmentünk a könyvesbolt irányába, csak addigra, mire odértünk a könyvesbolthoz, már eltűntek a hallgatók, és akkor már nem volt ki előtt fánkítani, hogy ő a legintelligensebb közünk, és akkor mondta, hogy akkor inkább adjuk a francba, ott egy pipcsú. Mindenki látod, hogy itt vagyok a litri előtt? Nagyon menjünk. Oké. Okay. Na, hogy állunk játékkal? Mi volt tegnap? Nyertünk, nem? Persze, 1-0. Ennyi. Jó, újra élőben játszunk, úgyhogy ha valaki szeretne velünk játszani, akkor legyen bátor, jó? Mert hogy mindig mindent élőben játszunk a kitelepülésünkön. És hun az autó? Ja, itt az autó. Honnan? Itt az autó, kérem szépen. Drága hallgatóim, drága kaposvárja. Canyon Brown, így van, Canyon Barna. Hát nem tudom, miért hívják ezt kanyonbarnának, mert sokkal szebb ez a barna, mint amit a kanyonbarna egyébként mint név elmond róla, nem? Igen, valószínűleg ugye angolul adták ezt is a fordítást, de nem figyeltek, hogy ez a magyarul, hogy hangzik. Konyakbarna, igen, egy kicsit, és hát nagyon szép, ezt lehet majd megnyerni valakinek pénteken, nektek most itt regisztrálni kell, jó, kis regisztráló kártyákat kitölteni, és aztán hát 10 óra előtt majd sorsolunk. Én nagyon remélem, hogy nem a rokonom lesz, mert ez a tegnap azért ez elég érzékén érintett. Picit kellemetlen volt. Sebestyén elég, le nem mossuk magunkról, hogy az egész család játszik, hiszen már minden mindegy, tudod. Meg egyébként is érted, a húsvéti lapokra nem válaszolnak, oda jönnek játszani. Érted? Na, az meg a másik. Érted? Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Elindult, ha minden igaz, úton van a kis Suzuki-val, bár azt láttam, hogy még itt a Suzuki, úgyhogy Feri nem tudom, hogy hol van, de nem sokára jön. János, vegyél mikrofont, kérlek, megcsinálod nekem, köszönöm szépen. János a tömeget szolgálja, ő nagyon alázatos ember, komolyan mondom, tehát, hogy mindent a kaposváriakért? Kaptál nagyon sok mindent már? Sok, igen, és pont azon gondolkodtam közben, hogy hányféle hangsúlya lehet mondani azt, hogy már csak te hiányoztál. De nagyon kedvesek a kaposváriak, már valakinek odaígértem a bögrédet, csak mondom. Melyiket?
A bögrédet, ja, amit ívós bögrédet. Egy bögre, porcelán, ívóeszköz, kis folyadékot szoktak benne fogyasztani. Igen, azt írja egy hallgató, hogy lefagyott a webkamera. Igen? Igen. Oh. Tehát, hogy meghalasztottuk. És most felfelé is van fordulva az ég felé? Igen, feldobta a kis pacskerját. Nézd meg a kis lábacskái, hogy meredeznek az ég felé. Már nem nagyon lélegzik. És már jön a napocska is vele együtt meg. Úgyhogy nagyon szép idő lesz szerintem itt, a Kossuth téren. Ti is úgy gondoljátok? Ki ez a srác? Kirúgtuk a Feri. Feri beszólt egy varázslónak. És ez lett belőle, Istenem. Nem szeretném összeakasztani bajszom azzal a... És kacok, tényleg lefagyott a webkamera. Most láttam, csak mondom, Nils Holgersson utolsó részét, és úgy meghatódtam. Ennyire nincs témám. Csak szeretném elmondani neked. Képzeljétek el, amikor a hörömpő cirkuszni. Hogy gyerekkoromban sosem tudtam megnézni, hogy Nils Holgersson hogy változik vissza nagyjá. Azt láttam, hogy kicsivel meg beszól a varázslónak, elmegy a lapföldre kákkal, aki a kával, de hogy hogy lesz újra nagy, azt nem láttam. És most valamelyik nap, a Duna TV, vagy nem tudom, pont azt a részt kaptam el, amikor Nils Holgersson újra nagy lesz. És annyira a gyerekkorom jutott eszembe, hogy kicsit elérzékenyültem, és csendre intettem a családot, hogy maradjanak csöndben, mert ezt hallgatni akarom. És a Viki mondta, hogy te hülye vagy, mondom. De most változik vissza Nils, és kézzel, de úgy változik vissza, hogy... Agyon nyomja a kákkal, aki akár. Nem, hátulról kemény elkapja. Nagyon ezt hegyük most minket, szóval. Szóval úgy látodik vissza, hogy a varázsló azt mondja, hogy Mártont le fogják vágni, a libát. És a Nils apja fölkapja Mártont, aki hazamegy, és beviszi levágni. És Nils manóként elkezd... Most hagyd abban, mennek el az emberek. Kicsit lépes. Ja, igen. Igen, és? Nils elkezd rohanni az ajtó felé, hogy megmentse Mártont, a barátját, és itt a varázsló látja, hogy ő újra jó lett, mert már nem bántja az állatokat, és mire odaér az ajtó, az így megnő bedörömből, kinyitja az apja és az anyja. Nekünk nem mondja meg, Brüsszel! Hogy és visszaváltozik. És azon hatottam meg leginkább, hogy utána már nem érti Márton. Aha. Érted? Oda ment és azt mondta, Márton, kicsi gúnárom, jaj, de ülök. És ott jöttem rá, hogy még mindig nem beszélsz normálisan norvégul. Szóljatok az esperesnek, hogy... Vagy szedje le a részek, harangozott a kötél végéről, a... már megint dél van. És sose harangozzon bele akkor, ha beszélek. Szóljatok a plébánosnak, hogy engedj el a harangkötelem. De tényleg, de nincs még dél. Negyedkor is, félkor is, háromnegyedkor is harangoznak? Mindig? Én nem tudom, ez most egy, hogy hívják, ez a 4-8-as mise? Nem, szerintem most tűz van. Tehát ez az, amikor félre... Már mennyi megkérdezem. Kérdezz már meg, szerintem ez a negyedes, tehát egyszerűen ez órajelzés. Léci picit halkabban, ez az utcsó kitelepülésünk. Szóljatok a... Szia! Mi ez? Miért harangoznak? Tatok. Csak miattatok. Csak miattunk? Tényleg? Ah, igen, mert a Feri rossz helyre dobta a csikket az elvési. A Feri miatt hagytam abba a dohányzást, ritkán követlek titeket, de nagyon megdöbbentem, hogy reggel láttam dohányozni. Én meg ugye? A Feri miatt a növést, mert annyira ormótlanná válik az ember, ha ekkora lesz. Gyerekek, két a plébános, szóljatok neki, hogy engedj el a kötelet. Most beszéljünk vele. Hagyja abba, szóljatok neki, hagyja abba, ez már nem vicces. Így ebben plébános a formában... úr, csendesebben! Csendesebben vigadjon, plébános úr! Automata csinálja. Automata plébános van. Egy automata, egy ilyen géplébános, oda megy így a haranghoz? Reggel bedobnak egy százast, és akkor... Nem, be van állítva idő kapcsolóra, és az haragod. De a szószéken is ő áll. Dehogy is. Kedves hívei, basszus, mindig ezt csinálja mindenek. Hívei. Kicsit le van fagyva. És milyen hány óránként csinálja ezt? Tehát most félkor? Hát pontosan nem tudom, de azt tudom, hogy automata. Automata. Én mondtam, hogy egy zsinagóga mellé menjünk. Jó. Aki először kinyírja az automatát, kettő ajándékcsomag. És ott a kaposvári lakosság megrohamozta volna a templomot. És minden vezetéket kiúznának minden hálózatba. Na, hívjuk Ferit, mert hogy ő közben pedig elindult, ha minden igaz, úgyhogy felhívjuk, hogy merre tart, mert jó. Hogy Feri minden reggel elvisz egy hallgatót. Ez a Feri olyan rendes. Bemegyek, jó, nagyon fura ez a póz, hogy itt állok így. Gyere egy kicsit ide közben. Gyere, kis Fari. Ja. Hello, Feri, itt vagy? Hello. Sziasztok, persze, már mi végig hallgattuk itt János üzekedését mindenkivel. Egyébként gyakorlatilag pont 3 méterre távolodtunk el tőletek, mert itt a belváros egy kicsit macerás. Köszönjük szépen, kedves gyalogosok, ne haragudjatok. Az van, hogy nem egy nőt viszek, hanem kettőt, Sárát és Gabriellát. Mi volt a kabátja, még egy?
Ja, képzeld el, kiderült, hogy ők kolléganők, és együtt dolgoznak agrárilag. Mit csináltak ti az agrárkamaránál? Én földügyi referens vagyok. De szép szakma, földügyi, és Gabi? Falugazdász. Ő pedig egy igazi falugazdász, az mit csinál? Hát, sok minden. Azt mondja, sok mindent csinál, menjek ott ki. Azt mondják a lányok, hogy nagyszerű a dolog, csak az agrárgazdasági kamara Balaton lellé van. Most arra megyünk, majd jövök, 10-en szerintem visszaérek. Nagyon jó. Figyelj, te most live bejelentkezés vagy a Class FM Facebook oldalán? Igen, a Class FM-en rajta vagyunk, és az történt. Jobbra menjek itt, hát de életem, szóljál, én tudok egyszerre vezetni és beszélni is. Az történt, hogy a kis képtartó, vagy hogy hívják ezt, telefontartónkat, azt elveszítettük, tehát nem tudjuk, hogy hol van, úgyhogy most Sára az első ülésen fogja a kamerát és próbálja úgy megoldani, hogy csak én látszódjak, pedig higgyétek el, hogy Sára és Gabi, most mutatom őket, sokkal szebbek, mint én. Mondjuk nem nagy mezőnyben indultak. Igen, nem nagy mezőnyben indultak. Milyen dugó van Kaposvár, hova viszek engem, csajok? Figyelj, itt áll az egész út. Én azt hittem, csak Budapest. Valaki megfogta a combot, Feri? Nem sajnos, mert pont a Sára kezében a telefon van, és nem tud átnyúlni, pedig mondtam, hogy akkor tegye le. Na jó van, vidd akkor a lányokat. Lányok nagyon csöndesek egyébként. Nem mernek, azt mondják, hogy nagyon félnek tőletek. Viszont ajándékcsomagot hoztunk, nem egy ilyen illatosítót fogok ma átadni, hanem egy kicsivel jobb vagyok. Köszönjük szépen, kedves kolléga. Nagyon rendes. Beengedtek bennünket ide a forgalomba. De jó, ennyi. Jó van. Oké, Feri, nem akkor... akartatok még maradni, lányok, egyébként a stúdiónál? Vagy hányra kell menni dolgozni? Fél nyolc. Ja, fél nyolc. Akkor oda kell érjünk, jó? Mert ne kérdezz, amit ilyenkor szoktál, mert még adásban vagyunk. Ja, ne hülyéskedj. Feri, képzeld el, hogy itt többen elmondták, hogy miattad szoktak le a dohányzásról, és nagyon-nagyon csalódottak, hogy téged láttak ma dohányozni. És mindegyik... Én mondtam neki, egy szőke hölgy jött oda hozzám, igen, egy nagyon gonosz arccal, vagy hát úgy gonosz, hogy megbántott arc. Igen. És mondtam neki, hogy pont ez volt a cél, hogy én magammal rántottam egy csomó embert ebben a dologban, és nagyon büszke vagyok rájuk, de hogy én az ellenpólust is meg akartam mutatni nekik, hogy milyen az, amikor valaki egy szaralak, mint én, és visszaszokik, érted? Aha. Hogy nekik ez még inkább erőt ad abban, hogy ne dohányozzanak. Nem utálnak egyébként. Nagyon fura, mondjuk, hogy mindegyiknek a bal kezében ott van egy ilyen kapanyél átütve, ilyen szeggel, mert... Hol a Feri? Igen. Ez nekem próba, hogyha egyszer meg tudtam csinálni, akkor majd megtudom valamikor a távoli jövőben még egyszer. Tehát, hogy én többször rámegyek erre, mert azt gondolom, hogy ez a gyengék fegyver, hogy egyszer leszok. Nem, az igaz, annyi, hogy akkor én már nem fogadok vele. Tehát én még egyszer kapasztanom vissza. Kár pedig, mert Jánossal vannak még, tegnap remek ötleteket dolgoztunk ki egyébként Janival az úton, veled kapcsolatosan, ráértünk marhára, úgyhogy vannak még nagyon jó ötleteink és trükkjeink. Tessék kijönni itt a kapuajból, köszönjük szépen, viszontlátásra. Tessék lemászni a szélvédőről. Igen, ne kapaszkodjon a Suzuki jelbe. Mondja, gyere, mit mondani? Azt tervezzük, hogy el fogunk rabolni, és utána pedig harmadoljuk a pénzt. Ki adna értem egy fillért is, ne szórakozzál. Nem, rám mondta, hogy tiketten azt tervezzétek a kocsiba. Jó, de akkor küldjetek valami bizonyítékot, hogy nem, a fülemen vagy a kezemen. Az lesz az alibink, hogy azt mondjuk, hogy mindannyiunkat elraboltak. Jó, de csak nekünk van telefonunk. Az háromszoros lóvé, öcsém. De mindig csak belőlem küldtek valamit a Vikinek majd. A kezemet, a jobb kézfejemet, az anyaegyemet, a bal fülemet. A bal mellbi módot. Na, azt már learabta valaki régebben. Oké, Feri, gyere majd, csáó, köszi. Jó, szevasztok. Szia. Hello. Hogy örülök mindenkinek? Minden reggel 7 óra 15-kor mi se van, írta egy kaposvári. Mi se van, tényleg? Lehet, hogy máshol itt nem, de hogy 7 óra 15-kor mi se van, igen. Értetek, harangoznak. Már ők is érzik a végét. Köszönjük szépen. Pozitív hangvételű SMS-t. Azért harangoznak, mert nektek harangoztak. Valaki írta, hogy kösz, hogy elszpoilerezted. Na, itt csak a Lynn Holgerson vége. Érted? És tökre meghatódtam, hogy Nils soha a büdös életben nem tud többet a kis gúnájával, a kis libájával többet beszélni. Mert ahogy felnőtt lett újra, az, hogy Márton, már nem értelek, nagy lettem. És értsd már meg, nem tudom, kik ezek a kicsik.
álltam a kis micimackos boxer alsommal a tévé előtt, a gyerekek ott játszottak, Viki értetlenül nézett rám, és én komolyan meghatottam, és rájöttem, hogy még vannak érzéseim, hogy egy ilyen egyszerű mese, mint a Neil Holgerson, még valódi érzelmeket tud belőlem kiváltani. Nem, semmi gond nincsen, nincs meg, semmi személy. Na mindegy, szóval így lesz újra Nils. Így lesz újra Nils. Én gyűlöltem. Nils Holgerson? Nem, eleve nem értettem az egész mesét. Hosszú éveken keresztül úgy értettem a kákalakjakát, hogy kaka. Tényleg egyébként. Nem értettem magát a nevet. Nem tudtam, hogy hívhatnak valakit kákalaki kakának. De ennyire nem lettél hülye, hát kákalaki akka volt. Mindenkinek szerintem volt meséje egyébként, amit volt. Utált. Nem? Vagy főleg, amit nem tudtál értelmezni. Velem volt konkrétan az, hogy álltam az órás előtt, és 10 percen keresztül néztem a feliratot, az órás ott volt egyébként, csak mondom azok kedvéért, akik ilyen ősrégi lőrinciek, akik közül most nincs itt senki, illetve van egy úr, de tulajdonképpen szerintem senkit nem érdekel. Szóval álltam az órás előtt, és óriásnak olvastam. És nem egyszerűen az agyad rááll, és nézed, és óriás, és akkor bemegy egy ekkora kicsi házba, vagy hozzám képest óriás, minden óriás. Érted, egy ürő tacskó is. Tehát, hogy fura volt az egész, és óriásnak olvastam folyamatosan. Átállott valahol a lőrincen, aki szandálodon egy zokniban, és álltál az órás előtt, és olvastad, hogy óriás, a kis szimatszatyroddal, a kis kinőtt melegítődben, fehér zokniban, szandálon. Igen, aztán kijött az órás, és egy seprővel, hes, nem mész ide. Ne kéreges, hes, én már adtam aprót. Menj haza a Nagybecskerek utcába, te kis hajléktal. Na, gyorsan egy-két SMS csak, hogy mit írnak a hallgatóink, illetve hogy mi a helyzet az utakon, segítsünk egy picit. Azt mondja, hogy Kaposvár belvárosában közlekedési káoszt okozott egy Suzuki személyautó. Nem olyan szép. Az elkövető R. Ferencet még keresik. Azt mondja, hogy olyan hangja a Ferének a telefonban, mint Hajdú B. Istvánnak. Köszönjük szépen. Árpád hídon egy kicsit lassabb a haladás, úgyhogy vigyázzon mindenki. A dugó okát egyelőre nem látom, csak nem tudunk feljutni a hídra. Valaki segítsen. Valás, szemét vagy, hogy spoilereztél, ezért nem tudom megnézni a végét, pedig én is nagyon vártam. Ne haragudjatok. Áll a 10-es út miért? Ijesztő körforgalom, utána már 70 km/h átlagsebességgel lehet haladni, utána már minden jó, csak a 10-es utat kell megfejteni. A 11-es Budapest felé elesett, ez is SMS-ben jött, Viktor küldte nekünk, köszönjük szépen, illetve Debrecenben a Széchenyi utca felbontás miatt elesett a belváros, ez Józsi küldte nekünk, köszönjük szépen. Tudom, hogy mi hiányzott az eddigi hírekből. Mi hiányzott az eddigi hírekből? Ákosnál. Most nem a szakmai dolgokra gondolok, hanem alapvetően arra, hogy ma például még nem volt egy vízállás jelentős, hogy mennyi a kapos kurdnál. De most komolyan mondom, tehát hogy legyünk már ennyire helyiek, meg ennyire update-ek. Nekem voltak ilyen dolgok, mondjuk így beragadtak például, ahogy neked kákalakjak a gyerekod, de nekem például ez a kapus kurdnál. Amikor mondta a Kossuth rádió, arra gondolsz? Kapos kurdnál. Ugye hajóvonták találkozás a tilos, ilyeneket is mondtak arra, emlékszel? A Kaposon nem tudom, hogy mennyire van hajózás. Van hajózás a Kaposon? Ugye, hogy nincs? Nincsen. Sajkázás van. Na, hát azt te is minál, minden este csinálod, sajkázol egy picit. Kutatunk egy kicsit, kimész. Nem jössz ki? Itt hagylak már. Igen, Laci bedurantott a stúdió. Nem, a kaposváriakkal mi van egyébként? Miért nem mertek közelebb jönni? Szóltak nektek, hogy itt van egy elláthatatlan kordon? Na, akkor tudunk veletek interjúzni, gyertek itt. Jó, azért ne törjük át. Na, picit köpköd beszélt közben Balázs, de nyállal nem fertőz. Nem köpködöm, egy Niagara vízes is vagyok, annyi nyál jön a számból egyébként. Volt egy olyan kollégám, aki mindig úgy beszélt, hogy rettenetesen közélt, és mindig nagyon leköpöd. De neked ugyanaz a kolléga volt egyébként. Vannak ezek a fura kollégák, akik úgy érzik, hogy úgy tudnak veled beszélni, hogy nagyon közel. Sokkal meggyőzőbbek. Igen. Beszélgessünk egy picit így egymással. Mit akarsz? Na, volt valami mese, amit utáltatok gyerekkorotokban? Ki melyik mesét utálta Kaposváron? A mi generációkat kérdezzük, de a fiatalabbakra is kíváncsiak vagyunk. Ugye nekem a Varjú Dombi mesékre, amit utáltál, mi volt? Hát én mondom, a Nils Holgerson. Nils Holgerson, de szemét vagy. volt olyan mese, ami gyűlöltél, mi volt az? Teletabi. Teletabi? De mikori vagy? Hát a Teletabi az mostani mese. Ne viccelj már. Nem vagy már egy kicsit idős? A lányom nézegett Teletabit, vagy nézegetett annak idején. Ez az a Teletabi, amikor ilyen manócskák ugrálnak? Hát ez rettenetesen bugyuta egy hülyeség. Pinky Winky, Dipsy, Lala, Teletabi, mondta, hó. Ez az. Ja, igen. Meg van egy másik egyébként, az nem tudom mi, amikor mit csinál Klondi Plondy? Klondi Plondy alszik. Mit csinál egy Floydi Plondy? Floydi Plondy integet. Van egy ilyen mese, ez meg van. És ilyen labdák, egy erdőben laknak, ezt nem ismeri senki. Mit csinál itt Klondi Plondy? Klondi Plondy most alszik. Itt van még Lonty Plondy.
ez, ez a nevük. Elindulnak az álmok tengerén egy ilyen hajóval. A gyerek rá van kattam, állandóan ezt nézi. Na, ki milyen mesét utált még? Melyik mesét utáltad? Hát, ami nagyon régen volt, ez a Mirmura Kandur. Mirmura Kandur? Egy rohadt macska. De a Mirmura az aranyos volt. Nem volt aranyos. Ez az, amit a halászűrit mesélt egyébként? Nem a halászűrit... Halászűrit kezdte elmesélni, és akkor elmesélte Mirmur kalandjait. De az tök cuki volt, ez egy 1000 éves, de az jó volt. Kockás fülű nyúl. Ki szerette a kockás fülű nyulat? Kockás fülű nyúl! Teljesen. A legutáltabb mese a világon. Ugye? Igen. Főleg a dagat... Ja, bocsánat. Te hülye állat! Ezért jövök egy ajándékcsomag. Ez véletlen volt! Ez totál véletlen volt, és ő egyébként vastag csontú. Melyik mesét utáltad? Van olyan mese, amit utálsz, hogy utáltál? Nincs igazából. Minden mesét szeretsz? Igen. Komolyan? Mindenkit elfogadok. Te mindenkit elfogadok. Hát te jó lelkű gyerek vagy. Már. Nem, ilyen nincsen. Egyet utálnod kell. Mondj egyet, amit nem bírsz megnézni, vagy amit nem bírtál megnézni. A parlamenti közvetítés. Az óriás. Most na, már biztos, hogy megvan az ajándék. Most már nem lesz frekvenciál, egészen szépen. Biztos. Nagy kapcsolat. Azt én sem szeretem a parlamenti. Mikor sok mesét nem mondanak, ott alszanak általában. Igen, nem? Tehát, igen. Békésen mindenki beletemetkezik egy népszabadságba, vagy egy magyar nemzetbe, és azzal takarja be magát. Vagy na, melyik mesét utált? Tessék? Ú, a gyűlölet van. Szóval menj oda egy picit, Jani. A vízipok csoda pókos. De az az utálata, hogy mondta... Valami iszonyatos egyébként. Na de mi van? Mi volt benne? Az Aki szó, hogy az ahogy megbucsinom, az egy borzalom. De mi azok a légbuborékok, amik a víz alatt voltak és abban éltek? Figyelj, az egyik póknak volt... Egy bugyuta volt az egész, hogy kitalom. De mi jutott róla eszedbe, hogy az, amit a gyógyfürdőkben művelnek a víz alatt? A pók is undorító. Mondom, hogy gyerekként egyébként vannak olyan mesék... Én nem voltam már akkor gyerek. És ugye mindig egy nagy pelenka volt, egy pelenka volt a póknak a seggén, és azzal úszott a víz alatt. Hát mekkora hülyeség volt, volt keresztes barátja, aki viszont soha nem ment be a vízbe. És nagyon hülye hangon beszélt. Ilyen mesékkel nem lehet terhelni a gyerekeket. Melyik mesét utáltad? Kalán nénit. Kalán néni! Akinek ilyen kulcs volt a nyakába, és annak is egy nagyon primitív musical-es zenéje volt. Azaz borzasztó volt. És ő mindig megkavarta... Kalán, mit csinál, hogyan csinálja, nem tudtuk. De ő egyébként Kanál néni volt, vagy Kalán? Kalán néni? Nem, Anál Kani. A felnőtt változat, a gyerekek is van meg. Ja, bocsánat. Igen, a felnőtt változat a Anál néni. Jézus már. Ez már 18-as. De várjál, meg kellett azt a kanalat megdörzsölte, vagy olyan, amikor ott termett, vagy az nem az volt? Csinált mindenféle csodákat vele. Mindenféle csodákat csinált vele. Ugyanúgy, ahogy a kockásfülű nyúl belenézett a kis kukkerjába. A látcsőbe, és láttad a szemét, és a gyerekek szerintem egyszerűen felrikoltottak így az egész. Ja, Istenem, lehet! Igen, és utána a propeller csinált a füléből, emlékeztek a kockásfülű nyúlra? Propeller csinált a füléből, és elrepült. És a Molett kisfiú volt a gonosz, bocsánat, még egyszer. Igen, és ő volt a gonosz. Köszönöm szépen, mi ez? Diskok. Nem mondott komolyan! Köszönjük szépen, te jó fej vagy. Egy mikrofon tartsunk oda, János, végülis még csak 20 éve üzöd ezt a szakmát. Hogy egy... Nagyon szépen köszönjük. Milyen mesét utáltál, hogy kapcsoljunk egy picit a témához is? Mondj egy mesét, amit gyűlöltél gyerekkorodban, és fölriadsz rá, és még mindig eszedbe jut. Volt az a Varjú Dombi mesék. Varjú Dombi mesék, hát na az mindenki. Szerintem egyébként... Ez egy olyan szintű generációs trauma a Varjú Dombi mesék, hogy keressük meg a sírját. Nem, ezt csak úgy tudjuk megcsinálni, ha most megnézzük együtt. És akkor mindenkiből kigyomláljuk a Varjú Dombi meséket. Ez a vásznat, lekészültünk! És megnézzük, milyen Kaposvár. Na, mit kell tudni a Rizskókról? Vezest föl, légy szíves! Csemetém nagyon kész, ott áll. Igen? Szia, gyere ide, gyere! És ő csinálta? Nem. Nagyon-nagyon kedvebb benneteket, meg a reggeli műsort, meg a Klassz FM-et. De helyesek vagytok. És amikor meghallotta, hogy jöttök. Igen. Akkor mindenképpen jöjjünk ki, és meghallottuk, hogy Jani. Na de várjál, ő nagyon szeret minket, miért te kidobott tőlünk a tartót? A gyerekem... Hát a család kedvencei vagytok. Na azért. Igen, kivéve és engem. És amikor meghallotta, hogy téged különösen kedvel. Ez mindig így van. Tehát vannak a fiúk, és akkor valahol én ott egy így picit följön. Így van, szél, fúj, nap, sőt, Balázs mindenki kedvel, hagyjuk már. És mondtad, hogy szeretnél diskokot. Imádjuk. Milyen jó volt. És hogy anya süssünk nekik. Úgyhogy az egyik fele tegnap készült, a másik meg ma hajnalban, ez még meleg. Igen, az egy het az már benn van Jani előtt az asztalon, ez pedig a tiéd lesz, Balázs, ez friss. Próbálja, mert életem belőször csináltam, mert nálunk a fiúk nem szeret. Jó, most kicsit megijedtem. Ízre jó. Nem baj, hogy nagyon jól néz ki. Ezen nem sértődöm meg. Nagyon-nagyon jól néz ki. Ami nagyon fontos kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ebbe a jénai tálba vagdalt húst sütöttetek-e már? Nem mostam el.
Megmondom, hogy Balázsnak van egy ilyen nagyon súlyos traumája, egyszer egy kitelepülésen, hál' Istennek, mert nagyon régen volt, úgyhogy most már nem fog megharagudni senki, ha elmondjuk. Kaptunk egy gyönyörű szép rizskokot, de tényleg valami csoda volt az egész, és mondom Balázsnak, hogy figyelj, hallod, ezt meg kell kosni, egyszerűen gyönyörű, nézd, hogy így, ahogy leszeltem, és még remeg, és milyen szép magas lett, és gyönyörű, és kiderült, hogy előtte valami húsételt sütöttek benne, és az egésznek volt egy ilyen pulyka íze. Igen, libazsír ízű volt a rizskok, de olyan szinte, hogy belehette, és három napig véres verítékben úztam, amikor rágondoltam, egy ilyen libazsíres, fasírozottas rizskokhoz sikerült, de szerintem ez nem olyan, ez jól néz ki. Mazsola nincs benne. Ennyi íze szerintem nagyon cuki. Csak egy kis rakott krumpli az alján. Mindenféleképpen. Nagyon cuki. Köszönjük szépen. Elfelejtettem, nem szeretem fel, viszont villa kanálban. Az SB monogramos villa az Balázsi lesz? Igen. Meg egy kis házi badaszklek vár. Nagyon cukik vagytok. Ilyen hozom, hogy valamit ajtok. Köszönjük szépen. Köszönjük. Hogy hívják a kisrácot? Semmi. Semmi. Jó, oké. Okay, a vezeték neve? Barnabás. Barnabás. Nagyon cuki vagy Barnabás. Barnabás jó ötlet volt. Barninak becézik? Jó, már ne nyomjál, hozod a diskókot, most már mit nyalizol. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jó reggelt, hello drága bajaiak, itt vagyunk. Jó reggelt. Ma van a leghidegebb, csak mondom, tartsatok ki. Jó? Hát ez ma nagyon hideg van, még itt bent is hát egyébként. Hát a vízpart miatt szerintem. Lehet, nem tudom, de nem volt ilyen hideg tegnap meg tegnap előtt. Nem érzed? Vagy ott ki nem? Nem. Nem? Nem, abszolút. Mondjuk sokan vannak, én beálltam ide a tömegben. Nagyon szépen kérlek, legközebb ne ennyire sikíts, mert itt megdumáltuk. Mellettem egy hölgy, figyeljetek, a fülhallgatón keresztül folyt ki a dobhártyát. Jelen? Lakzikban válasz ilyen helye húját? Nem. Még nem, de... Menned is... kell pedig. Igen. Volt benne lendület. Hát, jó nem, volt, de jó volt. Csikítsunk. Ez is igaz. Ezért nem hívnak, mert hogy nehogy eltereld a figyelmet. Sok legyen. A fiatal párról. Igen, nagyon szép ez a tér. Ez itt volt két éve, és ez a tér? Nem. Azóta csinálták. Ez egy másik településről lett áthozva, mert megvették jutányosan. Nem, akkor tudom, abban az utcában voltunk, ott elmentünk abban az utcában, és akkor egy kicsit lejjebb ott volt az üvegstúdió, akkor felújították ezt a teret. Akkor ezt éppen felújították, így van. Tudod, micsoda macera volt, hogy idehozták a teret, és az 1870-es táblákat föltenni, tehát az mire kiderült. Tudod, mekkora macera volt a limómmal beállni egyébként? Hát, hogy... Tényleg. Tudod, milyen nehezen tudtam beparkolni? Itt az üvegstúdió mellett egy ilyen 63 méter hosszú limuzinál. Miért a Viki kocsijával jöttél? Nem tudom, de nem, valaki. Valami illusztris vendége van. Ki ilyen menő, tegye fel a kezét, aki ezzel érkezett. Na, ja, akkor most már egy jogos, mert tizentették fel a kezüket. Hát ez ekkora kocsi kell is ennyi emberhez. Lehet, hogy itt van Harrison Ford a Nolan Hotelben, nem? És lehozták egyébként. Ő kerózik. Vagy igaz, mondjuk ide mire lettek el azért az emberes. Ő bringával jött. Igen. Mit kezdtél el mondani? Ja, hogy hosszan a megszólás meg nem vettem be a vitaminjaimat. Ja, jó, nyomd a vitamin. Azzal elleszünk egy darabig. Már most valaki hozott nekünk egy tálcasütit, képzeljétek el. Egy leányzó a kezembe nyomta. Hol vagy? Ott vagy, köszönjük szépen. Mit kell tudni a süteményről? Na most várjál, megint 8-an, igen. Tehát, hogy... Nem, a többiek csak mutogattak rá, hogy ki ő volt. Ki hozta a sütit? Hoztuk a sütit. A mi az, kicsoda? Nehogy felsorolt, hanem kollégák vagytok, barátok, együtt. Hatan kollégák vagyunk, igen. Csak te sütötted, vagy ők is beszálltak? Én sütöttem. Ma reggel a kis kezed. Mi már egyszer leteszteltük, hogy biztos tuti legyen. De egy depsit megettetek, és még egyet. Nagyon. És milyen süti? Ez ilyen fehér csokis, citromos. Mutatós. Jól is néz ki egyébként. És akkor többiek ott álltak és néztek, vagy szurkoltak a távolból? Nem, addig ittak. Ők otthonról támogattak engem gondolatban. Melóhelyen is álltál a bicokot lenni? Te melózol, ők nézik, igen, vagy igen, szurkolnak a távolból? Ez így szokott lenni, igen. Mit dolgoztok? Varrónők vagyunk. Egy vidám varrónő csapatot. És mi a múlt héten, egész héten túlóráztunk, hogy itt lehessünk. Nem mondjátok komolyan. Balázs, fizess ki, légy szíves a túlórát. Gyerekem, mennyi van nál. Tényleg, azért, hogy és akkor ma nem mentek be? De sajnos be kell menni, a műsor után be kell menni. Ja, de akkor... Egész héten dolgoztatok plusz egy órát, hogy 4 órára... Ledolgoztunk. Hol a főnököd? A munkahelyem. Azért ide ne jöjjön, mert összeveszünk. Hát milyen dolog ez, nem? Szemét egy világ ezte pedig. Hát az aranyos eszemeg... egyébként, igen. Embernek farkasa most még az jön. És most jön az, hogy ja, és ráadásul nem bajak vagyunk, hanem tokaiak. Igen. Nem, bajaiak vagyunk. Igen, egy hete úton vagyunk. 2 hete nem láttuk a családunkat. De helyesek vagytok, tényleg aranyosok nagyon aranyosok vagytok. Nagyon szépen köszönjük. Egészségetekre. Megkínálhatunk benneteket egy kis citromos fehér csoki sütemény. Önzetlen, mi? Hát ilyen, ezért szeretjük. Jaj. Csupa szív. De ez a város, ez imádni való. Tehát, hogy én akárhányszor jövök ide, hogy legutóbb akkor voltunk, amikor településen voltunk, bár megfogadtam, hogy lehozom mindenképpen, vagy elhozom a családot, és hát
csodaszép. Tehát, hogy annyira rendben van az egész. Itt volt a sarkon, kaptam itt egy szobát, ebben a szállodában Balázs régi szobáját kaptam meg, már kitakarították, és újra tapétáztak benne. Onnan igen, tudtam, ma reggel jöttem. Onnan tudtam meg, hogy most volt benne infraszauna. Az, az volt az én szobám. Ami azért jó volt, jó, mert kinyitottam az ajtaját, hisz nem volt fűtés. És a szaunában aludtál? Viccelek. Viszont amit itt tapasztaltam, az olyan otthonossá tette nekem a helyet, mint még semmit, mert hogy annyi poloska volt bent a szobába. Igaz? Igaz, hogy nálatok is invázió van? Tesó, lehallgatnak, én mindig mondom neked, hogy... Hát most már rajtunk vannak. Érted, ránk a kis időre már most minek... Ránk álltak, hogy most kivel vagyunk. Nem velük, vagy ellen. A nemzetbiztonság. Na mindegy, szóval, hogy vagy 20 darab poloskát tettem ki, és annyira utálom, hogy nektek is úgy, hogy megfogjátok, és kiereszt valamilyen büdös levet magába, és megpróbál védekezni, aztán szétfeszíti az ujjaimat, az arcomba köp, és elrepül. De most komolyan, figyelj, 20 darabot tettem ki, és ha valaki látta volna ilyen kintről, hál' Istennek volt redőny, amit lehúztam, hogy a dohányzó asztalkát húztam egyik ablaktól a másikig, és így felálltam a hatyvákra, felálltam egy az asztal, és próbáltam meg egyenként összeszedegetni őket. És aztán megnyomorúságos lehet. Miért nem hagyod őket? Egy szállalmas. Őriztem, megnyomorult volt. Alsógatjába nyomtad? Alsógatjába nyomtad? Hát a később már igen, mert már hogy már akkor leizzadtam, de hogy ténylegesen, mondom, tele van az egész de miért nem hagyod őket békén, nem bántanak. Csak akkor ereszti a levét, ha megfogod. Ha nem fogod, meg nem ereszt. Ja, mert egyébként egy ilyen békés társbérletbe érhetnék. Ezt mondták is, hogy ilyen poloska invázió van. Jó hírem van, az első fagyokig maradnak, tehát akkor fog kipusztulni. Viszont aki már benn van a lakásodban, az kibírja az egész telet. Az már soha nem megy el onnan. Gyerekek, kaptam a szponzortól én is tegnap egy autót. Picit későn vettem észre, hogy 1200 km van benne. Ami azt jelenti, hogy az autó bejáratos. 180 üveghangon 7000-es fordulattal tudtam megtenni ezt a távot körülbelül 1 óra 20 perc alatt. Na, hogy örülnek most? Majd a végén ránéztem, és mondom, ez lehet, hogy picit erős volt, mert 1200 km van az autóban. Ilyenkor még szereti az autó, ha kicsit úgy szeretgetik, de nagyon barátságos ez a kis Grand. Hát, ha visszafelé bírja. Grand Canyon, azt akartam mondani, ez a kis kanyonbarna. Nagyon bírja. Bírez többet is. Nagyon bírja. Egy 1.4-es motorra majdnem 190-re fektettem az M6-oson. De csak egy pillanatra természetesen, aztán eszembe jutott a sebességkorlátozás, és vissza is lassítottam 130-ra. De abban a pillanatban el is felejtett. Utána szabályosan jöttem, csak egy pillanatra megnéztem, de figyelj, 1.4-es motorhoz képest nagyon, nagyon jó. Hát figyelj, nem akármit adunk, ugye ugye hasonlóba hasítasz te is? Igen, 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 de én a manuális dolgok híve vagyok, ugye, úgyhogy én pakolom a sebességet, de ugyanilyen jó megy ez is. De is kanyonbarnában mész? Nem, én metálkékben. Én a metálkék híve vagyok. Levő fecske feketében. Na jól van. Hát tegnap amilyen szeretet fogadott bennünket, komolyan egy csomószor, annyiszor még eszembe jutott egyébként, nem? Kaposvár annyira helyesek voltak. Hihetetlen jó fejek voltak. Rengeteg mindent kaptunk, vártak bennünket, sokan voltak. Egy nagyon-nagyon hálás kis közönség volt. A baja is ugyanez. Baja is ugyanilyen, abszolút nem a bajakra mondom. De jó, ti is itt vagytok, tudok már 6 kolbász az üvegstúdiót. Csak a tegnapi napból én még este táplálkoztam, mert így lefeküdtem, és azt gondoltam, hogy úristen, mi milyen szerencsés helyzetben vagyunk. Hogy az embernek ez már kicsit így, nem is azt mondom, hogy rutin, de hogy úgy persze hozzászoksz, meg elmész, meg sok turnét csináltunk végig, de az a szeretet például, ami tegnap bennünket fogadott, hát az egészen elképesztő. Én a Mizos hostess lányokra gondoltam lefekvésről, és nagyon sokáig hánykolottam. Hol vannak? Ó, ott vannak. Ők is gondoltak rád, ahogy látom az arcukat, de ők másként. Kisarka itt van? Ott van, most úgy csinálni, hogyha valami dolgozna, de most sarkakat a húga, nézzétek meg egy az egyben. Beragyogta a tekintet a stúdiónkat. Én azt tapasztalom, hogy sehol nem engedik, hogy fizessek. Ez lehet, hogy már november miatt van. Úgy csészíti többet. Egy Ranival kevesebb vagy. Nem az, hogy úgy csészíti többet kell, az neked november után. Tényleg. Tedd csak el. Nem engedték se, hogy fizessek? Nem. Nekem mindenhol engedik. Itt is, ott is kaptam szépen egy kis ásványvizet, meg hogy hívják, kis sütikét, megkóstoltam, ki akartam fizetni. Hogy rosszat mondasz róla. Inkább azt mondják, hidd el azt a krémes dingyen. És még csomagolunk is. Másnap nem mondj rosszat rólunk a rádióban, hogy be kell zárni a boltot konkrétan. És a ma reggel is idejövök, megkérdezem, hogy ki iszik egy kávét, és srác felteszi a kezét, odin, és azt mondja, hogy sokkal alacsonyabb vagy, mint gondolt. Mondom, tesó, de jó, én is annyira örülök neki, úgy szeret, jaj, de jó ilyet hallani ennyi év után. Sokkal alacsonyabb, de azért adsz egy bögrét és egy autogram kártyát. És ő az, aki egyébként itt van elől, és legalább 6 centi van köztünk. Tehát, hogy a jó Isten... Nagyra tesen ültél. Igen, a jót
van a jóisten, akkor sokat ad. Nem, a jóisten, a kicsi, a sok, a sok. Hát mindig. Aha, értem, értem. Tehát még azért rúgjál bele. 25 évesen te már nem nősz sehova. És egyébként hajat sincs elég, mondjad neki. Én későn érő típus vagyok. Nagyon késő. Vágom a hajamat. Én vágom a hajamat. Ő is, képzel. Én is, viszonylag ügyes vagyok. Tehát ne úgy képzeld el, hogy ülök egy ilyen kerekesszékben, és ápolónők sürögnek, forognak körülöttem, és tologatják le a kis buksimat. Nem, még meg tudom oldani még. Mikor kezd el összemenni az ember? Mikor kezdünk alacsonyodni? Szerintem... Arrébb megyek innen, mert... Mikor van az, amikor egyre kisebb leszel? Szerintem ilyen 20-30 éves korod körül már kezdesz. Nem, 20-30 éves még növésbe vagy. Hát, de 90 volt, amikor találkoztunk. Hát is igaz, ilyen 80. Nem, most komolyan, és aztán az ülő életmódnak, meg a mindenféle ilyen rossz tartásnak a következtében folyamatosan mész össze. Atya Isten, ez szörnyű. Ebben nem is akarok belegondolni. Na, hát... Na jól van, mit mondjak én? Befrissített már a gépem? Már 86%-án van. Jó, jól van. 10-re kész lesz. Az 5.0-es Windows fölrakta. Ez a Windows egy akkora rohadék egyébként, egész éjszaka nem csinál semmit, majd amikor tudja, hogy kezdődik a műsor, gondol egyet, és elkezd önhatalmulag frissíteni. Ekkora egy rohadék. Szabott nem téged. Ez nem, nem enged hozzá a saját gépemet. Az van, hogy ez engem egyáltalán érdekel, az viszont az, hogy voltál rajtok most, és tegnap nem beszéltél róla. A kis magyarobokrotokat. Bizony, mert ha valaki esetleg nem tudná, öt kötötte össze az életét, sírik, holtadiglan, két életiglen a kedves nejével, és soha el nem mondja mindenki. Nyugodj békében, Balázs. Ez a hajó elment, tudod? Igen, ott verték azt a rohadt nagy szeget. Igen, még az akár el is menekülhettél volna, tudod? De hát, igen, Rötyök Múzeum volt az esküvő, és ott voltunk. Ültettünk egy fát, érzem hangodban az iróniát, rohadjál te meg. Nem, várja, még egyszer, hogy mondjam el. És ültettek egy fát. Na, látod, vannak még majdnem bizós volt. Nem, ültettek egy fát. Igen, és megnéztem ezt a fát, hát fia, nem nőtt túl nagyot. Szóval, nem. Hogy ez, hát nem, ez valójában egy bokor, mert hogy igen, szóval Sopron Rötyök Múzsa, ez egy 20 kilométer. Gondoltam, hogy megnézem, hogy hol mondtam ki a boldogító, igen. És ekkora volt a fa így, most meg ekkora. A táblát kicserélték, tehát egy fatábla volt. És egy dombot laktak rá. Igen, ahogy mondta a srác, aki egyébként fölújított azt a táblát, beraktak egy ilyen fémtáblát, bele gravírozták, hogy nem tudom. Vízművet. Igen. Azóta se fizetted ki a standard szobát, Balázs. Anyósod és apósod, igen. Nagyon sokat ivott, úgyhogy ezt még nem rendeztem. Na és akkor megnéztem, és csináltam róla egy fotót. De nem nőtt semmit, pedig én úgy hallottam, trágyázzák. Igen, hát oda erre kell tészgitelni a falát. Ja. Gyere már, Lajos, gyere már! Ugye megnéztem, csináltam róla egy-két fotót, elküldtem a Vikinek, és akkor így... És mit írt vissza? Mi ez a szar vagy? Ez mi? Hol vagy? Mi ez a bokor? Normális ez volt vagy? Kettőt, nem plusz áfa. Egy annyi lett volna. De szóval jó vele? Volt, meg úgy megnéztem a kastélyt. Megmutattad a kertésznek, vagy valamilyen szakemberem? Mert nagyon gombás. Te láttad? Aha, ja, csak kaneszten, de bővebben, mint amit van itt. A kaneszten extra? Gombás az a... Valami az oldalán, én láttam, hogy valami megtelepedett rajta valami fura módon, és nem kollák másztak rajta. Azok nem... az élősködők, akik meg akarják mérgezni a házasságunkat, és az annak a jelképe. Igen. De ez csak tör előre ez a bokor, és egyre nagyobb. Valami van rajta, jó? Nyilván nem mentem oda a recepcióhoz, hogy elnézést, le tudnák, nem tudom. Jó napot kívánok! Sebeské Balázs vagyok, nem ezért fizettünk a kedves nejemben, és örüljenek neki, hogy nem ő jött le. Úgyhogy megnéztem kicsit, ott üldögéltem a kastélyba, aztán eljöttem. Sírdogáltam, törögettem a könnyeimet, néha felnéztem az égre, és azt mondom, hogy miért nem voltál bátrabb. Igen. Miért nem mertél ellenállni? Na mindegy, úgyhogy nincs a sztoriba több, mert jó volt ott, kicsit elidőztem, aztán. De szép aztán volt. De azóta nem voltam azon a helyen, tehát nem látogattunk oda-vissza. Igen, bár egyszer megígérted ugye Vikinek, hogy visszaviszed. Volt egy ilyen felbátorodás, csak az a hétvége valamilyen nem jött össze. Úgyhogy igen. Én is egyszer bicikliztem a város az utcában a házasság kötőterem előtt, ahol összekötöttük. Igen, egyedül. Integettem, nem integetett vissza senki, szerintem. Na hát pont ilyen a házasság. Na jó, de esküvőtök, hol a Lőrinci, mi volt polgármester hivatalban? Hát a száraz pogácsa, a meleg ásvány. Nagyon szép volt, és olcsó. A házasságkötő terembe, persze, így van. Bementünk, és kérdeztek, hogy jöttünk a száraz próbára. Nem, mondom, ez már az esküvő. Ennyien vannak. És így öltözik. Ez igen. Igazi romantikus, állat vagy. Azért, mert magában az a hülye szalag. De én félig megmelegedett ásványvizek, két darab száraz pogi volt azért? Vagy az se?
Nem. Nem semmi? Semmi nem. Nem enni mentek házasságot kötni, hát minek hát lett volna. Érted, mondtam, hogy mindenki hozza magával azt, ami kell, érted, szomjas vagy, így áll, és vagy egy így nagy a darab, nagy darab újatlan felsőben egy ilyen szőrös hóna jó anyakönyvvezető? Nem, ő a tanú volt. Ő a tanú volt, és két felesér jött be. Igen. De előre kérte. Igen. Ha van a utcában, guáztátok össze valahol, aki ezresét bejut taruskodni. Voltak az egyik a Csontvári 19-ből, a másik Havana 42-ből. Szép is az, szép is az. Na jól van, oké, okay. Drága bajaiak, mondjuk, hogy mi a menü, jó? Amiből tudtok választani. Lesznek játékaink, helyszínről választunk majd mindig játékost, és hát ott áll az a csoda autó. Nem azzal jöttem, úgyhogy aki megnyeri, az egy csoda. Igen, nem ezt kapjátok, nem ezt kapja, az enyém ott áll hátul, az még, az mindig füstöl, még mindig füstjön a motortérből. Igen, spattogzik a dunkózán. Igen, szóval ezt a gyönyörű szép kanyonbarna, az ott. Kis S-cross lehet megnyerni, tényleg csacsa az autó, szóval hogy nagyon-nagyon-nagyon rendben van. És hát választunk majd egy nyertest. Igen. Aki jön velünk hajózni, és ma már azért a hajózásról is kell mondanunk egy-két információt, mert közeleg ez az időpont. Eddig nem mondtunk nagyon semmit. Hol van a beszállás, hányan szállhatnak be, hányózacskot hozzanak, picsilőzacskot, hát, mert persze. Nem lesz kiszállás. És egyébként nem véletlenül, hogy azt mondtam, hogy... úgyhogy csak a Duna fölé lehet googolni majd, úgyhogy lesz ott izgalom. Nem véletlenül, hogy azt mondtam egyébként az autóra, hogy ő az ott, mert egyébként annyira fejlett a belső biztonsági rendszere, hogy úgy tűnik, mintha már egy önálló tudat lenne a Ferivel, hogy jöttem lefele, nem kötöttem be a biztonsági övet, és mondom, biztonsági öv, kis köcsök. És... János, kérlek, közd be a biztonsági övet. Nem mondom még egyszer. Egyébként valóban övteror van benne. Hát ez nyomja. Most minden autóban. Ez. Nyomja. Én nekem hosszú idő volt, mire ki tudtam tépni a biztosítókat. Legalább Dunajvárosnál jöttem rá, hogy hol tudom elhallgattatni. Nem, természetesen be voltam kötve, mielőtt ezt. Mielőtt ez régebben azt csináltad, hogy addig tekerted fel a hifit, amíg már nem hallottad, hogy ping, 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 ping. Igen, látszod, öregszem. Régebben azt csináltam, már bekötöm magam, fel ne vigyel. Ez a 40-es korhatár, ez hoz némi változást az emberben. Jól van, oké, okay, na, mit kell még elmondanunk? Tulajdonképpen nekem mindent elmondtunk. Ez tessék a legfontosabb, a regisztráció. Regisztrálni, így van, és a Szentháromság téren vagyunk. Hát elég nehéz minket nem megtalálni. Igen, a bajoknak ezt nem kell mondani, úgyhogy tessék ide jönni és megnyerni ezt a szép autót. Ma is ugyanaz lesz, mint tegnap, harangoznak mindig? De ez távoli itt, harangszó. Itt is. Ide hallatszik Kaposváron? Ami ott volt, távoli. Még egyébként 10 órakor is, az elképesztő volt. Tehát elképesztő hangzavar volt. Igen. Jó. Polgármester úr nincsen még bent? Polgi? Én tökre vártam volna, hogy ott van a teraszon, vagy ilyesmi, ha már ennyire jó. Egyébként ez nagyon menő lenne, 9-kor kiintegette. Csillió! Királyok vagytok! És aztán átfordulna a korláton, hogy zuhanna 8 métert. Fölállni, és azt mondja, mindig így jövök le. Igen. Mindig így jövök le az irodámból. Leporolná magát, és ide jön. És most egy kézzelállás talán menni fog a korlát. Ne, jó, de. Hogyan bátjuk meg vendéglátóvárosunkat? Nem, szeretjük, imádjuk persze, őket. Persze. Értsék ők is a humort. Hát velünk kapcsolatban ezt már meg lehetett szó. Hölgyeim és uraim! Besatolni. Hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Itt vagyunk Baján. És a Szentháromság téren azon belül is, úgyhogy tessék bennünket meglátogatni. Azon belül is. Azon belül is, a Szentháromság téren belül is, a Szentháromság szobor mellett, a nagyon belső körben, egy óriási fehér limó mellett, ami egyébként nem hozzánk tartozik. Nem, semmi közünk nincs hozzá. Nincs hozzá közünk, itt van. A Suzuki. Nagyon Suzuki limó. Rengeteg Suzuki-s SMS jön, szóval, hogy elképesztően sokan játszanátok. Hívjuk majd a nyertest, akit ugye az SMS küldő közül sorsolunk ki, de majd csak csütörtökön, hogy még legyen azért lehetősége odaérni. Ugye pénteken. Mert hogy pénteken pedig hajóra szállunk, és akkor mondanánk is egy-két fontos információt a hajóval kapcsolatban. Uh-huh. Ez egy vízi jármű. Ami... Így van, ami nem süllyed el, vasból van, de mégis nem marad a vizem. Aki érti, magyarázza el nekem, mert sosem tudom, hogy miért marad fönn. A jövő héten repülőkről fogunk beszélni. Szóval a Batthyány téren van az indulás, illetve pontosabban érkezési sorrendben lehet majd beszállni, hát nincs azért olyan nagyon sok hely, tehát arra ne számítsatok, hogy ez egy ilyen hatalmas Dunajáró hajó, ahol mondjuk 2000-en fel tudtok szállni. Tehát az első 100 az mindenképpen be tud majd szállni, és ők melegben tudnak a hajó belsejében lenni. Aztán aki bevállalja egyébként, és az van úszást. Annyira lelkes, az úszás az a hátúszásban jöhet mögöttünk, a farvize nevezve. Nem, aki bevállalja, plusz további helyek kiadók a felső részen, de azt mi azért nem mondjuk, mert nem akarunk
akarunk oda senkit úgy beállítani, hogy ha nincs kedvetek, vagy ti azt hittétek, hogy melegbe jöttök. Uh-huh. Szóval lent van körülbelül 100 hely, az rendben van, és utána még plusz extra beszállok azoknak, akik azt mondják, hogy nekik minden pénzt megér, hogy velünk hajózzanak, ők viszont arra készüljenek föl, hogy ők a szabadtéren fölül ugye fognak majd velünk jönni. Úgyhogy érkezés sorrendjében addig, amíg a hajó meg nem telik, 6 órakor van a beszállás, és azt hiszem, hogy ilyen fél hét környékén indulunk. Így van, fél órát hagyjunk ott a parton, és akkor fél héttől megyünk. Így van, aki oda jön, elképzelhető, hogy fölfér, ha már megtelt a hajó, akkor tessék nem morogni, nagyon drágán vagytok, de hát nyilván nem tudjuk ezt eldönteni, hogy most 6 óra 12-kor vagy 18-kor érkezett valaki. Aki jön, fölszáll, ha van még hely, jöhet, lesz egy pont, amikor azt fogjuk mondani, hogy sajnos megtelt a hajó. Igen. Viszont akkor lehetőség van, vagy a Batyin később beszállni, igen, vagy pedig a március 15-et érem, mert ezt a két kikötőt fogjuk majd használni. És lehet, hogy érdemes odaállni fél 9 körül mondjuk a március 15-et érem, megvárni bennünket. Ha ott mondjuk 10 leszállnak, akkor közben 10 felszállhatnak. Hát meg akkor már 8-9 körül már fönt is jó idő van. Fönt is jó idő van, ja. Így van. Lehet aztán, hogy nem száll ki senki, és mi kikötünk. Igen, sajnos ezt nem tudjuk megígérni, szóval... hogy biztos, hogy fel tudtok szállni. Ezért tényleg érdemes készülni baseball ütővel, fogvédővel, herevédővel, mert ott lesz. Igen, sokkolóval, viperával és, lesz és egy bokszerrel. Szóval, hogy azért nem tudunk ennél konkrétabbat mondani, mert ugye ez tőletek függ, drága hallgató. Ki meddig akar velünk hajózni? Ki hol akar leszállni? Nyilván a dolog nem fakultatív. Állj, kiszállok, álljunk meg, itt most nekem jó, mert pont itt lakom. De szóval, hogy lesznek megállóink, majd mindig mondjuk fél órával előtte, hogy na most körülbelül 20 perc múlva érünk mondjuk a március 15-e térre, ha ott 5-en leszállnak, 5-en be tudtok szállni. Ha nagyon ragaszkodnak hozzánk a hallgatóink, és senki nem száll ki, akkor kiválasztásra alapon 6-ot bedobunk a vízbe. Ő valahogy még kiúszik, balról úszik, jobbról beszáll, ezt fogjuk játszani. Úgyhogy a lényeg, hogy Batyányi tér 6 óra. Jó? Jó? Gyertek, aztán meglátjuk, reméljük, hogy sokan azért fel tudtok szállni majd a hajóra, de lehet, hogy lesz, aki lemarad. Ez csak azért mondom, hogy ne legyen ott egy dulakodás, verekedés, lögdösödés. Én sem várok. Én már 5 éve hallgatom őket. Én 10 éve nem is volt a hülyegyek. Én már fejbe őket hallgattam. Még nem voltak. Fejbe akkor őket hallgattam, amikor még nem is akartak rádiózni. Már igen, igen. Azt mondja, én már most ott állok a sorba. Biztos, hogy fel fogsz férni. És azt fogjuk csinálni, hogy lesz egy csomó ilyen helyi játékunk is, meg ilyenek, és fél óránként majd lehet velünk a hajóórába készíteni ilyen Leonardo DiCaprio-s két vincletes képeket, hogy állunk a hajóorban széttett karral, és suhanunk óránként 5,5 csomó sebességgel a Dunán. Igen. Nekem már ott áll a bérsorba álló, írja már. Tehát valaki már most odállította az emberét, hogy pénteken reggel 6 órakor beszáll a hajóra. Figyelj, lehet ilyet csinálni, hogy az ember lesátra az oda csütörtök este. De igazából azt gondolom, hogy azért ilyen sétahajókázásban már mindenki vett részt. Tehát tényleg nem arról van szó. Nem csorbítva a saját érdemeinket, tényleg, hogy nem tudom, 4 hőlégballonnal bungee jumpingolunk. Ez igen, egy kellemes kis hajókázás lesz, de lehet a partról integetni, lehet a hidakról integetni, szúros tárgyakat nem a nyakunkba vágni. Jó, úgyhogy nagyjából ez az, amit tudni kell. Ott lesznek majd a nyerteseink, és még csütörtökön választunk valakit az SMS beküldők közül. Uh-huh. Ugye, hogy neki legyen egy napja megtudni, hogy ő lesz még velünk a hajó. És hogyha valaki esetleg a sátrazás mellett dönten, az mindenképpen hozza magával egy a Makita fúrókalapácsot, mert hogy viszonylag kemény a rakpartnak a köve, tehát a szövegeknek mondjuk azért kell egy kis aládolgozás. Igen, én hajnalban ott leszek, megyek veletek, ha jó, ha nem jó. Ja, jó lesz. Oké. Ott a helyed. Igen. Mi a hajó neve, Bali? Hogy néz ki? Hányas kikötő? A március 15-et érjen. Mi vagy te, Ricsi? Egy mahartos vezér? Egy hajózási szaktanácsadó? Hát ahol meglátsz bennünket, hát nyilván rá lesz írva, hogy Klassz FM szaktanács. Így van, fel lesz brandingelve, Vöcsök 3, Hófehérke 4, Tücsök 2, vagy Bismarck. Bismarck 14. Igen. Táltos. Ez a neve? Hát azért ez barokkos túlzás. Tedd már meg, hogy nem fogadsz még adás közben is, jó? Mert ezért, tényleg ez a lóversenyes szenvedélyed azért hihetetlen, hogy még is elkezd. Igen, a helyre befutott, hogy ne, hülye az a hajó, ja? Táltos, ő a bukim hozott egy centi. Táltos, oké, menjetek, tegyétek meg. Meg. Szépen, mert teszem rá, hogy elsőre. Szóval Táltos a hajó neve. Táltos. Húha. Fura. Én mindig félek egyébként az ilyen elnevezésekhez. Tudod, mit jelent, hogy tolat vagy gyorsabb, mint előre általában. Vagy úgy hánygolódik. Aminek ilyen nevei vannak, tudod, hogy... De nem mindig ilyen Vöcsök, nem azok a szárnyas hajók, a Vöcsök 1, Vöcsök 2, mint a Hófehérke, meg mit ilyen nevek vannak. Táltossal még én sem találkoztam. Jó, oké. Szóval Táltos a neve, ezt keresétek a Batyin. De egyébként nyilván látni fogjátok, hogy hol vagyunk. Nem előzted be még őket soha? A Dunán vízi sportolás közben? Igen, nem az lesz, hogy... Hey, Táltos! Majd a kapitán most elbeszélget veled.
Tudnék mesélni, hogy mit csinálunk mi a vizen, de abból megint újságcikket jönnének. Igen, az a baj, már túlon túl kiadom magam, én ebben a műsorban. Éppen elég, hogy alkoholista vagyok, és nem mondtad? Mondtad adásban, de esetleg nem figyeltem. Mondtad, hogy kaptál az előbb éppen vizét, hogy te olyan húszerekesz rozét. Hát egy karton rozét, de próbálok ettől az imistől menekülni, nem tudok, mert azt hallgatom, egészségedre, hogy egészségedre. És mi van benne egy karton rozét? Mondom, nagyon legyen. Hallottuk, szereted? Mondom, köszönöm. Én is ezért gyógyítom magam, én majd bérben állok, írja egy hallgató. Ez jó. Tehát az a bérben jó. Állók és a bérálló kölcsönzőket kell összekötni, és akkor lesznek, akik keresnek azon, hogy beállnak, valaki pedig örül, hogy aztán a bérbeálló helyet be tud szállni a hajóba. Írjál összeget, hogy mennyiért csinálod, az fontos. Igen. Szép jó reggelt, ha már most oda megyek, sanszos, hogy feljutok a hajóra? Igen. Nagy eséllyel. Tök helyesek vagytok, igen. Mosolyogjatok a hotel webkamerájába, Angliában nézlek titeket, ide jó szó. Hol van? Ez a Duna Hotel webkamerája? Megy a Jani integetni. Mutasd csak. Lehet, hogy te egy héttel ezelőtti képet látsz egyébként. Jani, most integetsz, és akkor egy hét múlva lát a hallgató majd, hogy integetsz. Melyik az? Mutasson le valaki. Integessél valamelyre. Integessél. Nézd már. Úr, sután integetsz, te jó Isten. Hogy kell, lazán integetni? Nagyon messze van. Hello, hello, nagyon. De integetsz egyet lazán. János megpróbálta, hogy tud lazán integetni. Drága hallgató, írd meg nekünk, hogy láttad-e Jocó Angliából, jó? János, ahogy integeted, ez mikor ért oda a kép? Jó, ezt írd meg nekünk. Várja, megkínálom így virtuálisan egy kis fehér csokis citromos pisfótával. Hogy fog örülni neki? Eszel, nem kapsz más. Nézd. Na. Igen. Zoli írja, a hajó neve Nofreki. No, igen, fehér zaj. Igen. Mondjuk a fehér zaj az jó, azt nagyon szeretem. Titanic 2, ja, valaki jéghegyre vigyázzatok. Jól van, oké. Na, az én most indulok, pókjárásba leúszom Győrből, csak hogy ott lesz. Ott csak le kell csorognod. Pénteken hajóvonták találkozása tilos, kérdezi Zoli. Hát ezt egyszer valaki nekem elmondja, akkor majd biztos, hogy tilos lesz, igen. Hídról érbe ugrani hozzátok, írja Áki. Bátor mutatvány. Hogy gondolod? De... Erre mi nyilván nem szólíthatunk föl, de egy ajándékcsomag mindenképpen titokban majd. Figyelj, hogy kezded, amivel átvedve. Ha szárnyas hajóval mennénk, akkor én azt mondanám, hogy ne. De mert akkor nem biztos, hogy ráesel. De hogy szerintem akár még előfordulhat, hogy rá is érkezel. Annyi gyerekek, hogyha elsüllyedünk, csak igen? Mondom, esetleg ne adj Isten, és úszik egy szekrény majd a vizen, én arra felmászok és lelöklek titeket. Én nem leszek Leo. Nem fogok titeket felsegíteni a szekrényre, és én nem fagyok meg a Dunába. Menj innen, menj, másszal. Én rámászok a szekrényre, és egyensúlyozok. Tehát én nem leszek olyan, mint Leo. Nyújtsd a kezem, hagyd meg! Csak mondom, hogy a Balázs nyújtsd a kezed, hármunk közül egy ember nem tud úszni. Mutatom. Ja, jó. Mutatom, hogy ki lesz már a taxiba mentő mellény. Tehát ő úgy fog megérkezni a Batthyányira, hogy úszó mentő mellény, felfújható, légzsák, mindent rád veszünk. Csak elfelejtett, hogy én a hajókorlátjáról le fogok tépni egy 6FM-es lufit, felfújom, és meg is vagyok. Mondjuk azt, én azt imádnám. Kész. Tarts ki, Jani, tarts ki. Nekem nem kell vízi mentő. Mész a Láncid felé. Ott van komoly sodrása van a Dunának. Bizony. Egyébként, igen. Szóval azért az nem annyira szexi. Átvegyük addig az úszást. Holnap megtanítunk egy kicsit úszni. Jó, szárazon. Jó, szárazon. Azt fogjuk csinálni holnap, hogy Ferivel ketten felemelünk, és akkor gyakorlod a melltempót, meg a lábtempót, és megpróbáljuk a kettőt összehangolni. Nagyon jó. Egerben egy kicsit megtanítunk úszni. Várom már, hogy egerbe ott a téren a macskakövön. A macskakövön. Jó, és most már átúszás, jó? Jó, kicsit átveszünk a gyorsúszást. Kicsit átveszünk a gyorsúszást is, és akkor holnap úszni tanulunk, ezt ne felejtsük el, ez fontos projekt. Hozzatok már nekem egy ilyen neoprén ruhát, mert van nálam fürdőnaci, fürdőfecske, tehát ezért csak nem fogok kimenni. De a száraz úszásra? Minek? Hát persze, nem majd, hogy hívják, vagy arra érted? Kell a neoprén. Talpig levisbe. Nekem van egy 5 millis neoprén ruhám, szépen elhozom. Nagyon jó. Hogy holnap Egerbe abba akarsz tanulni, úszni, átveszed? Nekem meg egy 9 mm-es berettám. Hallod? Igen, hozd el. 30 milli a gatyám. Hozd el, átveszem, és akkor abba. Jó. Kipróbáljuk. Jó. Nem kérsz keveset, mert nem tudom, hol van. Az a jó egyébként... Jó, de tudom, hol van, mert elhozok neked egy neoprém ruhát holnapra. Macskakövön nem lehet elrontani a lábtempót, mert ott tényleg nagyon szépen kiteszed oldalra, ellököd magad. De valami olyasmit kellene, hogy mit tudom, hogy te mondod, vagy fütyülsz, vagy van ilyen ritmusadó, ilyen eszköz, mint a kasztanyet, tudod, így tak, 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 tak.
tapsolják. Hogy arra tempózzák. Igen, a közönség tapsol, szerintem. Mi, fogunk, mi tartunk téged, Ferivel. Igen. Tehát az lesz, hogy tartunk az a levegőbe, és te ott fogsz úszni a levegőbe. Mert azt hittem, hogy azt is álljátok, hogy mit tudom én, a holnap majára felkötök egy kötet, és a Feri húz. Tempózok. Igen, meg tempózok, hogy meglegyen jó, a sikerén. Átveszük a melltempót és a lábtempót, illetve összehangoljuk a kettőt, jó? Tehát ha bármi történik majd pénteken, és te véletlen beesel, akkor legalább esélyed legyen addig, amíg én utána dobok valami mellényt, vagy ezt a, mi ez a kör bizbasz, mi ez? Kör bizbasz. Tudod, fánk. Nem, mi? Hogy hívják ezt? Mi ez? Mentő. Na, ez nem jutott eszembe. Igen. Ez nem jutott eszembe. Szerintem Baján mindenki tud úszni. Aki Baján nem tud úszni, azt szerintem kiviszik a város határába, és ellássák. Na, találjunk valakit, aki felnőtt, és olyan, mint nem. Menjünk egy kicsit a bajai hallgatókhoz. Mindenki tud úszni egyébként, drága bajai? Ki az, aki nem tud úszni? Őszintén. Akkor tesztelnénk a szárazon való tanítást. Na. Igen. Na, nézzük meg. Ott van egy leányzó, aki nem tud úszni. Aki, olyan, mint János. Gyerekek, olyan, mint a biciklizés, komolyan. Tehát nem is értem. Te se tudsz úszni. Nem tudsz úszni. Itt a Duna Balaton. Gyere hajózni velünk pénteken. És akkor Jánossal belét fogunk majd kapaszkodni. Már hogy Jánosok belét kapaszkodni. Nem is tanultál meg egyébként? Itt. Nem tudom, bocsánat. Tessék? Próbáltad? Próbáltam, de nem. Komolyan? Nem jött össze. De mi volt a próbálkozás? Tehát bedobtak, vagy próbáltál úszni járni? Nem, hát próbáltak tanítani. Anyukámnak az egyik volt párja. És? De nem jött össze egyszerűen. De anyukád rátok nyitott. De hogy tanított? Úsz, kicsi, belökött úsz, a 220-as medencébe? Na, úszál, édesem. Nem. Bent volt velem sugóban, de nem jött össze végse. Nem. És azóta se semmi? Nem, félek a víztől, mert egyszer, hát... Beugrottam apukám után a vízbe, mert ő mutatta, hogy hát így úsznak a nagyok. Én meg beugrottam utána, én meg Jézus, így... Jaj, ebben vannak a családi drámák. Okos család. Apád kétség után beugrott, hogy így úsznak a nagyok. Hát, ő megmutatta, de nekem kislányom, így úsznak a nagyok. De apa még csak 4 éves vagyok, utána. Tudod, hát nem mit csinálják? És beugrottál a saját apádat kiúzni. Várjál, legalább pelenkát leveszem. És akkor azóta semmi? Nem, azóta semmi. Nem akarsz itt megtanulni, Jani, előtt? Nem. Csinálnánk egy száraz próbát, hogy neked holnap már könnyebb legyen. Össze kell tenni a lábtempót és a kéztempót holnapra. Nem egy egyszerű történet. De egyébként rohadtul az. Igen? Igen, ne vigasztad magad. Igen, időben kell levegőt venni. Én külön-külön mind a kettőtök jól tudom, csak... csak az összehangolás. Csak így egyszerre. Ez nekem annyira fura egyébként, hogy ilyen alapkészségek néhány embernek nincsen meg. De hogy éppen közben értem, ha valakinek víziszonya van, akkor nem szeret vízbe menni. Tehát közben tök érthető, vagy ha valami rossz élmény volt gyerekkorban az úszással. Ki nem tud még úszni? Te se úszol? Nem már. Ne csinálj, akkor mi nem strandolsz? Nem mész vízbe? Pár tempóig. És utána süllyed? Tehát így elkezdesz úszni, és így szépen állsz bele a homokba. Aha. Hát a vízimentőknek is élni kell valamiből, nem? Tehát... Így van. De bajai vagy? Igen. És nem mondták még, hogy anya, vagy mit tudom én, érted? És tényleg, hát itt égetsz minket, hát mindenki lányaim úszik. Lányaim tudnak úszni. Tudnak? De nem tanítottak meg. Hát akkor még nem volt ilyen divat, most már van az iskolában. De a lányai így lementek a strandra nyáron, na anya, figyelj, akkor így kell csinálni. Nem, én tanítottam őket. De tanítottad őket úszni? Atya, az jó lehet. Atya Isten, mondták, anya, veled is csak többet vagyunk. Technikát azt tudom, csak és nekem nem megy. Ja, és akkor igen, vegyes stílusba úsznak most. Minden. Igen. A fél fuldokló és a fél mell között. Igen. Valahol. Jó, hát akkor pénteken rá tenni kell valamit. Tehát persze. Akkor egy ilyen sípot, meg egy ilyen mentő mellényt, hogyha beesel, tud fújni a sípot. Van a mentő mellényeken, van néhány mentő mellényen, van síp. Akkor beesel, onnan fogjuk tudni, hogy beesel, hogy fújod a sípot, majd a Margit idő alatt rettenetesen. Mert ha nem szednénk ki még napközben, tudod, ja. Hanem éjszaka még csorogsz lefelé, és itt Bajánál elmész valahol. Fújod a sípot. Igen, amikor Százhalombatta környékén már baromi magányos leszel, arra már nem sok hajó van. Halló! Még ott azért a lágymenyő csillog, oké, utána azért ritkulnak a hidak, eltűnnek a hajók, tehát ott Százhalombatta felé már nagyon. Ember a vízben! Nem arra bal! És egy horgász visz, hogy kussolj már, horgászom! Nem, hanem beakasztana, tudod. Várjál kicsit, megpróbálom, megfúrja a három végül, akkor! És figyelj, egy hármasorog így beleakad a felső fogínyedbe, azzal nincs be egyébként. Nagyon dobizas, Netvi! Oda nézd már! Rezeg a kapás erdő! Rancsál be neki! Harcsol, ez mekkora tökje van! Üsd adjon a lapát! Kibászott egy a vízből!
Az a gyerek már itt is jönnek. Elmondta a vítor. Én tudtam, hogy jönnek ezek a migránsok, de már vízből támadnak. Ajta, fölúszott ma este. Mondom, hogy kell az a kerítés. Na jó. Oké. Na jó, ennyit erről. Ja, tényleg így van. Igen. Szóval, hol tartunk? Ja, hogy fejni fogunk nem sokára. Igen. Már, ja, hogy... nem, csak azt akartam mondani, igen, hogy a sít meg a neoprén ruha, mert még legyen rajta, ami egy ilyen kis, valamilyen vízhatontokba egy vész esetére ezt a számot hívják. Mónika 0620. Igen, te már ilyen félig eszméletlenül kihűlve ülszol valahol ott Batta környékén, és majd ott kiszednek a vízből. Jó napot kívánok, Vanonéval beszélek. Van egy jó, meg egy rossz hírem. Jó napot kívánok, vízirendészet. Így van. A jó hír az, hogy a Balázs neoprénjának semmi baja nincs. De kifagyott belőle az ura. Van. A kisebben meg már néha így. Na, viszont hallásra bennem kell, mert lefűt a kávét. Na, ki az, aki akar fejni? Megvannak már a játékosai? Megvannak, jó. Hírek után fejünk akkor kicsit. Jó. Hát ez egy női játék, sajnálom. Ezt de hogy alapjavére ne értsétek félre, de hogy ezért ez egy erősen női játék. Persze. Vadonatúj hűtőszekrényt lehet vele nyerni. Mit látsz? Hát kérlek szépen. Nem szereti. Azon gondolkodtam, van egy telefon, itt a hölgy fotózott bennünket, és fönt van rajta 400 darab szám, hogy ezek a PIN kód, vagy mi az Isten van rajta? Én már megkérdeztem. OTP, Mastercard, PIN kód 1399. Egyébként ezt én is értem, egy csomószor én sem tudom a saját telefonszámon. De nem írhatod rá, se a telefonra, se a bankkártyára is ráírod a négyegyű PIN kódot. Azt mondjuk nem. Mert én már olyat is láttam. Bankkártya a párnám alatt, a PIN kód a telefon. Jól van. Na, szóval, hogy fejünk, ott van az a gyönyörű hűtő, nézzétek igen meg. Ott van a sarkakat a húga is, úgyhogy... és ott van a tehén, jó? A tehén nagyon várja, mert nagyon tele van a tőgye, úgyhogy lányok... Azt hittem a sarkakat, a húga várja. Nem, a tehén, ugye? Mert hogy egy darab hűtőszekrényért és a hűtőben található laktózmentes tejért megy a harc. Ha valakinek van új már hűtője... Már nem ennyi, legalább 50 liter van benne. Valakinek van új hűtője, akkor engedj át olyannak a játékot, aki azért így örülne egy új hűtőnek. Ha valahol három van tényleg, és a negyedik áll a garázsban, mert nem tudja hova tenni, a tartózkodjon a játéktól. Jó, de a negyedik azért kell, hogy a teknő megálljon rajta, úgyhogy... Kaposvárot tegnap egyébként is erre célzott a Balázs, és nagyon megható pillanatok lehetünk a tanulni, mert hogy a két játékos megosztaszkodott a hűtő meg a hűtő tartalmát. És most hallgassuk meg, hogy milyen csúcsot állítottunk be tegnap. Hány deci? 4 deci volt. Azt a mindenit, hát ez még mindig nagyon jó. Ez még mindig nagyon jó. Oké, hírezünk egy picit, jó? Közben mondjuk, hogyha van friss közlekedési híretek, akkor azt küldjetek el SMS-ben, hogy tudjuk mondani, mi a helyzet az utakon, Pesten és máshol. Aztán jövünk nem sokára fejni. Megvannak már? Meg, itt állnak rajtra készen, rajtra készen vannak a játékosaink. Jó van. Ilyenkor mit csinálnak? Felrázzák a tehenet előtte? Mert hogy így, mert ez a tehén minden nap ugye 4 lábán áll. Megpaskolom egy kicsit. De nem rázzátok meg, hogy ne ülepedjen? Homogenizálódjon benne egy kicsit? Semmi. Egy csere legalább van, vagy egy hetet végig egy tejjel? Igen, egy hetet benne van, és kicsit beleposhat. Teljesen jó. Tudathasadásos állapotban, nem tudtam elaludni, és bevillant ez a rohadt tehén. Ez nem volt baj. Azon kezdtem el gondolkodni, és egyre jobban belepörgettem magam, hogy hol töltenek utána a tehének. Mert ezt még sose kérdeztük meg, hogy hol aluk? Hol aluk? A másik oldalán. Jó! Itt egy kis tölcsérrel ott beletöltitek a tehén? Tudod mi ez? Ezt nem hiszem. Egy tanksapka van a tehénen. Egy tanksapka van a hatta oldal. Nagyon jó. Ezt még sose néztük meg, hogy hol töltik a tejet. Holmozatlan, 95-ös, nem, 1-5-ös legyen szíves és laktózmentes. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Itt vagyunk, jó reggelt! Nem ezt beszéltük meg, de vigye. Jó voltál, köszönjük. Ez valami követelésbehajtás lesz, János. Igen. Úgyhogy én tisztáznám ezt a dolgot, mert elég felbőszültek. Nem, csak annyi történt, hogy ráléptem a lábára, és tűsarkúban vagyok. Igen, azt gondolom, hogy ezt lehet, hogy azért így rendezni még kéne. Szeretsz, hogy nekem marad benne hármunk közül a stúdióban a fülesem, tehát én ezt most megúsztam. Igen, nekünk ez egyenesben, hogy mindjárt kihozzuk neked. Na, gyerekek, sarka, kata, húgát egyértelműen követelik az Instagramra. Tehát, baj van ezzel, hogy te vagy a sarkakat a húga? Nem, nem így hívnak, igazából ennyi a probléma. Mi a keresztneved? Jut így eszembe a harmadik napon. Nem is mondtuk, hogy Kata vagy, mi azt mondtuk, hogy a sarkakat a húga vagy? Roberta! Hogy tetszik mondani? Roberta? Így van. Viszont, hogyha ezt vigasztal, akkor jobb vagy, mint az eredeti. Köszönöm szépen. Roberta, ismerős. Ha olvastam volna mesekönyveket, talán tudnám honnan ilyen ismerős ez a név, de hát tudjátok, hogy a műveltségemmel mindig van egy Roberta, te ismerős. Figyelj, mondták már, hogy hasonlít ez a Katához? Nem, még senki nem mondta.
Komolyan? Ez újdonság. Aha. Tényleg? Így ez ebben a formában még senki nem mondta? Nem, senki. Na majd akkor megszavaztatjuk a hallgatókkal. Ott vannak a fejű emberek. Szerintem érteted az iróniát. Nem, még senki. De hogy senki nem mondta még Balázs. Nem, úgy tűnt, hogy elszálltam nekem mondja. Sem mondta még senki, hogy alacsonyabb vagyok, mint a tévében. De senki. Hallod? Ne de felejtsd el. Tesó, te Jason Statham öccse vagy, úgyhogy te nem, én a visszapillantójáról vagyok a kabala. Megvannak a fejű játékosai? Megvannak, kik azok? Lépjenek közelebb. Kicsit, lépjenek egy kicsit közelebb. Félünk a tehéntől, vagy mi a te vagy a? Szilvi. Szilvi? Judit. Melyik őtök származik oly vidékről, ahol lehetett tehenet fejni? Nem. Te is városi lány? Én Nemesnádudvarról, úgyhogy igen, ott lehet. Szilvike, még soha nem is fejtél egyébként? Egyébként nem. Soha? Soha. Nem volt még tőgy a kezedbe? Nem. Na, majd akkor most meglátjuk, hogy mire mész fel. Hogy, okay. Hogy állunk hűtőszekrényileg, Szilvi? Felajánlanám. A kolléganőmért csinálom. Te tehát jó az fej övé vagy. Lesz. Miért nem ő játszik? Te miért nem fejsz? Én nem. De a hűtő ja, az kell. De jó, de jó. Hát, leégett a házunk tavaly, most ezért. És hát akkor tiéd a hűtő. Hogy hívják a barátnődön? Móni. Móni, gyere egy picit közebb, csak megszólalom, csak egy mondat elejéig, nem menekülj. Hello. Hello, Móni, mert hol laktok? Vagy most mi a helyzet? Hát most a mama házába. A mama házába. Igen. És akkor szépen lassánként próbáltok valamiféle új életet kezdeni. Hát gondolom nem megy egyik napról a másikra. Mi hiányzik még? A hűtő. Okay. Egy stúdió nem kell, mert ennek se lesz. És egy hosszú fehér limó. Igen. Nem, hát vettünk egy házat, és azt próbáljuk alakítani magunk. Szépen lassan alakítgatjátok, hogy be tudjátok költözni. De hát mindenkinek ilyen barátnőket kívánunk. Így van. Nagyon rendes. Hát Szilvi, komolyan mondom, nagyon rendes. Úgy meg kell nyernünk. Hát meg kell nyerni, igen. Mondjuk a fél hallgatótábor már zokog, úgyhogy igazából itt már meg lesz a hűtő. Oké, megkérdezzük erről az ellenfelet, mit mond. Na most mit szólsz, egy leégett ház? Ezzel elég nehéz versenyezni, de egyébként nekünk is csak egy kölcsönhűtőnk van még. Nagyon jó. Ilyenkor szoktuk bedobni, de mindegy. Ez egy nagy csata lesz most, mert úgy érezzük, hogy mind a két helyen jó helyre menne a hűtő. Oké, hát akkor döntsenek az újak. Jó? Nézzük meg, hogy ki ügyesebb. Egész egyszerűen. Döntsenek az újak. Nem erőszól a játék? Vagy de. Szilvi. Én kezdjek. Persze. Szilvikém, várjátok, itt nem kell félni, ez nem olyan, mint az ökölvívásban, hideg áll, hogy kiütnek az első menetben, hogyha nem vagy bemelegedve. Ezeknek a tőgyeknek tök mindegy, hogy melegek vagy hidegek. És egyébként is a tankcsapdánál megsavanyodott benne az összes tej. Igen. Na, kitérdelt most akkor oda a tejéhez, mert én egy kicsit távolabb vagyok. Nem Szilvi. Judit térdelt akkor. Oké. Okay. Jól van. Na nézzük meg, hogy megy neki a fejés. Egy perced van, igen. Akár felváltva, akár egyszerre a kettőt, hát akkor induljon. Vissza, Roberta fog visszaszámolni. 3, 2 és rajt. Ó, ez igen. Halljuk a hangot, aha, hogy megy. Egész marokkal, talán közelebb marokkal. Közelebb húzódok, a sajtár már megvan. Hát egyelőre nem hallanám, hogy ömlene azért a tej. Most mint hallana. Igen. Fújt, kitőgyem a sok tejet. Nem elé, Judit, nem elé. Figyelj, a patáját mosod. Ne is mondjani ezt, jó, a fújt ki, vegyem minden este. Minden este a gyereknek gyorsan. Ez nagyon komoly. Gondolj egy gyönyörű szép hűtőre, meg arra több liter a laktózmentes tej, ami benne van. Judit, ez nagyon komótos, ahogy hallom. Most fél percnél. Tehát ez nagyon-nagyon lájtos. Ettől nem sír föl a tehén. Megtarthattam egy bajatollat. Köszönöm szépen, nagyon cuki vagy. Na, hogy állunk? Hát 20 másodperc hát van komótosan, hátra. Komótosan. Rekord nem lesz, az biztos. Nyomja, de ne nazzál élete föl, és abba hagyja a fejhés. Tehát így nem lehet. Így nem lehet nyerni, tehát ennél elszántabbnak kell lenni. 4, Szilvi, készülj. 3, 2, még egy fáradt csurrantás. Jött a vége. Gyerekek, most megmondom, ez 2 deci körülbelül, tehát ez látatlanban már, hogy nem vagyok. Milyen volt? Megkérjük. Hát azért annyira nem könnyű. Hát nem, egyáltalán nem. Hideg a tőgy egy kicsit, még be kell járatni. Milyen ez az állattartás? Te, Roberta, mi vizezzük ezt a tejet, vagy hogyni? Hányszor kell egy tehenet megfejni, Feri, egy nap? Egyszer elég? Ha jó kiüríted a tőgyét. Igen? De ez mindennapos tevékenység, így van, nem? Persze, igen. Nincs karácsony, nincs ám olyan, hogy elrozéztük este az időt, ugye sebestén Balázs. Na, köszönöm szépen. Szívesen. De ha élvezed, lehet többször is, csak már a harmadiknál rúg. Igen. Figyelj, most mondom a facebookosoknak, igen? Ja nem, csak fölvesszük, de kár. Na majd akkor később föltesszük, hogy Roberta most elmondja, hogy.
3 deci. 3 deci! Azt a mindenségét neki. Azt hittem kevesebb lesz. Így van. Kömény maga jó lenne. Igen. Oké, Szilvi, hol van Szilvi? Jöjjön Szilvi, gyere Szilvi! Szilvi, na, Szilvi. Meg lesz szerinted? Igen, megpróbálom. Jó, most már látod, hogy nem szabad. Nem csak magadért csinálod, a barátnődért is. Markolj rá, hüvelykujjam. Tényleg. Nagyon, ez úgy szorít ez a lány. Van ott rutin? Van, nem ott hogy érzed? Van azok, van az újakban rutin? Van, ezt fogod, van ott, már ezt van ott, így van. Nem kérdezem meg. Persze, ha egyszer megragad, nem ereszt. Ajjajajajaj. Na. Főleg szülinapon és karácsonykor. Ja. Szilvikén, okay. Igazíts be a... Igen? Jó, tökéletes. Le fogok esni gyerekek. De az elúton. Már mellé fog menni. Na, mi történik? Elindult? Várj, minden oké, semmi gond... Baj van a térdeléssel? Nem, létű szakmai alapokon történnek a dolgok. Ja? Úgy neked guggolva, nem akarsz térdelni? Biztos? Nem próbált ki inkább guggolva? Figyelj, az a baj, hogy a végére kinyúlnak a szalagok a térdedben, és le tudsz majd menni angol spárgába. Na. Figyelj. Na, oké. 3, 2, és mehet. Köszönjük szépen. Ez igen, csak ne a lábára, ha mellé megy. Aha, egy nagyon picit arrébb is akkor. Ez jó, ez már jó. Itt mintha ez most gyorsabban jönné, legalábbis azt hallom. Igen, hogy, igen. Hátul is van 2 csecs. Tényleg, nem a stúdió mögött, hanem itt a tőnyön. Nem rossz, most már ez, ha ezt bírod tartani, abból lehet valami. Lehelem a kezed közben. Mennyi a vödör tartalman? Telik a vödör? Mit látod? Igen, de nem túlzottan. Hát figyelj, a 3 decit meg kéne haladni ezért a hűtőért, Szilvi. Úgyhogy gondolja barátnődre, gondolja leégett házra, gondolja arra, hogy ennek az asszonynak, aki itt áll mögötted, nagyon-nagyon kell ez a hűtőszekrény. Feri, nem egy gőzgombot. Még 15 másodperc. Ne, hát ott nem mondunk ilyet, ott nincs szomorúság, viccelsz. Ott nincs dráma. Nem, semmi gond nincsen. Ott csak gőzgombot. Oké, gyerünk. Azt még nem is csináltam, képzeld. Nem voltál még gőzgombot szesztiválni? Nagyon hiányzik. Jaj! 5, 4, 3, 2, 1, a vége, bocsánat, eldumáltuk a gőzgombocsal. Na? Oh. Roberta, hát, halljuk a mágikus mennyiséget. Nem tudom, nagyon akarom. Mi is nagyon szurkolunk. Hát, drágám, hát, ez egy ránézésre. Ajjajajajajajajaj. Egy láttam, hogy hiátok kijönne. Roberta forgatja, tekeri. 2,5 deci. Azt a mindenségit neki. 2,5 deci. Na most mi legyen? Nem baj. 2,5 deci. Hát akkor... Akkor ez eldőlt. Judit, akkor ez eldőlt. Úgy néz ki, hogy Judit megnyerte. De én nagyon szívesen felajánlom a hűtőt, és akkor enyém a... De neked nagyobb szükséged van, nagyon szívesen felajánlom. Mi van ebben az országban? Ne, komolyan mondom. Ne vesszetek össze. Óriás plakát kampány ide vagy oda, itt azért mégiscsak van szeretet. De azért a tejet megtartod, Judit? A tejet megtartod? Egy részét igen szeretném, mert a sógornőm laktózérzékeny. Tök igazad van, azért minden nem kell odaadni, helyes? Azért egy picit magadnak tartsa. Istenem, öljük meg egymást, ez olyan. Ne csajolsz, hello! Jól van, oké, na. Jó fejek vagytok, jól van. Na, írtam. Na, ez boldog happy end. Köszönjük szépen. Na. Jól van, mindenkinek van új hűtője, van teje, úgyhogy megvagyunk. Mit mondtál? Tejet viheti. De rendes vagy. Mónika azt mondta, tejet viheti. Oké, csajok, köszönjük szépen, puszi nektek. Köszönjük. Sziasztok, nagyon. Sziasztok, ciao, hello. Van mit mondóra játékosunk egyébként? Szerintem igen. Aha. Menjünk. A Laci jelentkezik, azt aki akarja próbálni. Hozzuk be a stúdióba akkor, jó? És akkor tudunk még gyorsan vele egyet játszani. Közben mondom, hogy aki akarja, hogy Feri elvigye egy körre, már úgy értem autóval. Úgy is, igen. Az mindenképpen jelentkezem, mert Feri minden nap bérelhető sofőrként egy hallgatót bejuttat a munkahelyére. Mert Feri egy ilyen rendes ember. Igen, meg hát én tudok vezetni, ugye? Igen. Ami ott is esett rám a választás, igen. Neked mégiscsak az én tempómat nem értik a belvárosban Feri normálisan vezeti, Aninak meg nincs jogsia. Úgyhogy, ha valaki akarja, hogy Feri elvigye, akár te csak ide tényleg, nem tudom, 100 méterre, 200 méterre, akkor Feri nagyon szívesen a híreket. Hogy csökkenek a távolságok. Még a hétfőre elkezd, hogy oda is ugye valakról, jó, te csak mutass rá. A tegnapi Feri elrablás után egy kicsit muszáj visszavenni, mert Feri egy másfél órára ment el. Tehát, hogy... ide megyünk a sarokra, Feri, ide megyünk, itt idén már, liba legelőm. Sicsügy ott vagyunk. Liba legelőm, fordultál meg konkrétan, igen. Ide a lényegbe is ugorjunk már meg. Szilvi, hello, jó reggel! Szia, Szilvi! Jó reggel! Hello, honnan jöttetek?
mesélhettek, Szilvi? Tapintottunk nagybenyimről, reggel 4-kor elmentünk Kaposvárra, ott voltunk 10-ig veletek, és akkor átjöttünk este Bajára, itt voltunk, és majd jöttünk reggel. De ez egy félreértésből kifolyólag, vagy így is tervezték? Így terveztük. Azt hittem, elvesztettétek a lakáskulcsot. Nem, még megvan. Nem, elaludtak. Van olyan hallgató, ha itt vagy, emeld a kezed, akivel tegnap beszéltem, hogy minden egyes állomásra eljön. Egy fiú, hol vagy? Ott a másodon. Ő az, Kassa Tibi. Nem mondott komolyan. Képzeld. Ott voltál tegnap, és hétfőn Sopronban. Így, bizony, Sopron, és jön végig. De te is mi helyesek vagytok, és miért követtek bennünket? Még sose voltunk ilyen kitelepésedek, mindig azt mondtuk, hogy ó, majd legközelebb elmegyünk, és most gondoltuk, hogy hát kitöbben lesz a legközelebb. Jó, de szép! Igen, ez most, ezúttal most a legközelebb nem biztos, hogy megállja a helyet. Biztos sem mentünk. Jobb biztos sem menni, mi is azt mondjuk, jobb biztos sem menni. Szép volt a temetési menet jön után. És akkor jöttök még egyébként? Igen, Pestre. Nem mondod? Te jó fejek vagytok. És Eger, az nektek smafu? Komolyan mondom, rosszul esik, hogy nem jöttök el Egerbe. Tényleg azért nem szép. De jó lesz. Hajnalban megjöttök Pestre, vagy hogy tervezitek? Igen, úgy tervezzük. Jó, gyertek időben, nem biztos, hogy mindenki felfér a hajóra. Tehát lehet, hogy ez csak egy integetés lesz, nem akarunk senkiben hiúábrándokat kergetni. 6-tól van beszállás, hát az első 100-150 fér fel. Illetve a felső részre többen, ott hideg van, oda még egy plusz 100 ember befér. Szegények végig mennek az egész országon, és akkor, na, senki többet, harmad. Bocsássak meg. A kapitány szépen ott lezárja a lát. Igen, nem viszont a hajósra. Így van. Nagyon helyesek voltak, hát köszönjük szépen, talán meg sem érdemeljük ezt a szeretetet, igen. Igen. Hát nem mi hárman. Nem mindjárt. Én biztos nem. Oké, mutatjuk, hogy mutatjuk. Már nem mutatunk semmit, én mondom nektek, hogy mi van. Jó, mit szeretnétek? Ezt választhattok, hát figyeljetek, ti utaztok. Állatot szeretnétek? Ez nagyon szép dolog, hogy ezt szeretnétek. Csak nem találja. Jó, oké, mondom az állatot. Így szól, figyeljetek, hallgassátok meg. Van rajtatok füles van? Révened. Ó, de egyszerű. Főleg, hogy szerintem volt már. Denevér! Denevér! Hát ez... De jó. Még a Mit mond Dórán belül is egy nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű Dórás feladvány. Örülnétek egy ajándékcsomagnak, Szilvi? Nagyon? Nagyon. Hát akkor kaptok egyet. Jó? Köszönjük szépen. Nagyon azon kevés kitelepüléses játékosok, akik meg is érdemlik. Ugye? A többieknek mindenkinek adunk most, de, igen. De szép volt. Találtátok. Igen. És hát nagyon köszönjük, hogy ennyire szerettek bennünket. Nagyon megható, tényleg. Helyesek vagytok. Köszönjük, hogy vagytok. Ma már mentek valamerre, vagy itt válaszoltok egyet, és akkor... Nem, ugye most megyünk haza, és akkor majd jöttek Pestre. Jó van, hát remélem a hajón találkozunk akkor. Jó? Puszi nektek, köszönjük. Köszönjük. Ciao. Sziasztok. Hello. Milyen helyesek jönnek minden állomásra, nem? Arra gondoltam egyébként. Bárcsak az NMH-ban lenne ennyi barátunk. Hát igen. Na, 2 perc a pontosan 8 óra. Mire gondoltál mondani? Na, azt akartam mondani, hogy az előbb ugye nagyon-nagyon gálás volt a nyertesünk a fejős játékban, és hát szinte mindent odaadott a másik hölgynek, pontosabban a hölgy barátnőjének. Arra gondoltam, hogy mivel említette, hogy laktóz érzékeny a húga talán, vagy sógornő. Sógornője, biztos, hogy megfejelné szerintem egy-két laktózmentes termékkel azt a kis csomagocskát, amit hazavisz. Mármint a Mizó, nem? Hát figyelj, amilyen rendesek ők, emlék. Ugye, hogy milyen jó fejek. Tudod, hogy itt vannak. Biztos, hát meg egy Robertát adnak nekünk az országnak. Uh-huh. Hát most az a néhány kis termék. Én például laktózmentes Rudiból ezen a héten még nem ettem egy darabot se. Ha csak azt a 40 darabot, amit én megettem volna, ha csak azt odaadod, nem. Már jó. Már feljebb persze. Vannak. Imádom, hogy tarháltok. Ugye? Mondom, ez nem magunknak nagyon jó. Tudom, nem magunknak. De nagyon szórakoztat. Ez a jó. Hát, tudod te, milyen a laktózosok élete, akik laktózérzékenyek? Hát egyszer, akkor na, nem kell magyarázni. Ennél egy édességet, és nincs otthon laktózmentes Túró Rudi. Hát milyen az? Milyen háztartás az, ahol nincsen Mizó laktózmentes Túró Rudi? Hát de tényleg. És ki tudja adni a Mizó laktózmentes Rudit, ha nem a Mizó? Hát ők ebben az autentikusak, nem? Hát az igazi laktózmentes Mizó Rudi. Úgy van, de aranyosak már készítés a csomagot, de kedvesek, megzabálom mindet. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.